Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Még te füstölt! Sziasztok! Csak a megelék! Isten az ott mindenkit a buli ajón! DJ Skuló! A pult mögött! Atya úristen, de jó ez a bet! Nagyon hype-olós gyerekek, nagyon komolyan, mindig körülnézek, hogy hol van szkúter, nem? Hát igen! Vajon jobbról jönnek be, vagy balról jönnek be, vajon lenyomják az összes nagy slágert, vagy sem? Lesz-e Endless Summer és Back in the UK, meg ilyen a nagy régi szkúter slágerek. Cosmix a házban! Igen, Cosmix. Az mekkora nyúlás volt, de milyen jó volt az annak idején. Persze, nem volt ezen semmi gond. Hát ők szkúter vonalon mentek egy ideig, igen. Lala és Hozsó. De ők is azt mondták, amit mondjuk Ákos is mondott, hogy nem volt hatással rá Depeche Mode. Igen. Igen, de hogy még a Lala úgy is nézett ki, mint a szkúter. Úgy. Ő egy az egyben. Mini szkúter volt. És ő egyszer megcsinálta a haját, és úgy is maradt. Na, abból a cuccból kellene nekem. Arra mondják, hogy tartós daljer, illetve nyilván nem az nem daljer, de hogy ő úgy is maradt, nem? Hát gyakorlatilag 20 évvel ezelőtt is ugyanilyen frizurája volt. Ez a leszivatott, leszőkített, totálisan oldat, egy kicsit kinyílt felül, egy picit sima. Most az egyik Berényinek van ilyen haja. Ahol? Ahogy hívek, a BK-ból. Közben. Anya nézi még ezek szerint. Na, meg én is kénytelen vagyok. Ja. Menj akkor futni, amikor az van. Tényleg mi van egy családban az egyik fő? Nagyon, azt meg akarom nézni, másik, hagyjál már barátok közben, tényleg. Hát akkor ki nem akarja, nem nézi, aki meg akarja megnézni. De látod, mégis nézi, tud mindent a barátok közről. Hát én legfeljebb háttal tudok ülni a tévére. De hallani, akkor tenni. Is hallom. Igen, hál' Istenem, nincs ilyen, aki nem néz semmit nagyon, vagy így együtt nézzük. De meg akkor arrébb lehet vonulni, nem? Fene se tudjam. Van ebőveszekedés. Igen? Szerinted sok helyen? Nem sok helyen. Aha. Miért nézed ezt? Miért nem nézed? De nézd meg, jó. Szerintem van, össze lehet ezen is kapni. Szerintem a tévé az, amiből a legtöbb helyen úgy van kettő, hogy másból meg egy se. Tehát, hogy inkább arra költenek, hogy legyen belőle több. És akkor lehet változtatni. Tudod, a zenétől mindenki felébred. Tesz még valamit? Kapribogyót kérsz bele? Nem is az. De az oliva bogyó, nem kapri bogyó. De az is van. Van? Hát az is lehet belekérni. Persze, csak nem kapsz. De azért, én úgy tudom, hogy az olivával. Igen, sok mindent lehet belekérni, persze, de inkább az oliva bogyó. Viszont csak mondom, hogy tegnap felhívtad a figyelmünket a különböző alternatív édesítő szerekre. Ugye én már hetekkel ezelőtt is azért megmondom őszintén, kacélkodtam azzal az üveggel, illetve azzal a kis tubussal, nem tudtam ki, aztán tegnap te mondtad, hogy agavé, és igen. És ma már raktam bele. Na és milyen? Ma már finom. Majd átküldöm nektek, tegnap küldte az egyik hallgató az agavé szirup káros hatásait, úgyhogy hajrá, esküszöm. Figyelj, bármiről kiderül, bármi a világban, azonnal jön egy ellenlábas. Mert azt mondja, hogy a glukémiás indexe nagyon jó, igen. De hogy a fruktóz valami van a levélben, majd átküldöm, hogy tudom, hogy okosodjanak. Glukémiás egyébként. Nem azt mondtam? De glukémiás. Nekem jó a glukémia is, nekem tök minden. Hát kinek mi? Ki hogy hívja? Más tájegység. Glukémiás, nem mindegy a lényeg, hogy nem szívodik föl. Nálunk ő betűvel tudod, szögedi nyelvjárás van, és a glibögli lesz. Igen, mindegy, a fehér cukornál biztos, hogy jobb, mint a kocka cukornál, amit bele szoktál dobálni. Azt tehát azzal ártasz a legtöbbet a szervezetednek, úgyhogy azt ne. Én csak néhány káros hatását ismerem, azok egyébként nem annyira durvák, csak feltűnnek, mert hogy ilyen agavé termékeket fogyaszt az ember, akkor előbb-utóbb szombrérot és poncsot kezd el viselni, mesztelül lovagol és lövöldöz össze-vissza, és Pancho Villát élteti. Hát, hogy egy kicsit úgy bemexikóiasodik tőle, de szerintem finom. Szerintem így rendben van. Igen, használd nyugodtan. Nem frusztráljon, hogy az enyém. Tényleg szívesen mindenki. Nem úgy, azért van itt, be van dobva a közösbe. Volt tegnap kazánszerelő, képzeljétek el. Jaj, jó, azt hittem szellemírtó. Nem, végül is úgy hittem az exakt dolgokban, úgyhogy inkább kazánszerelőt hittem. Hárman voltak? Ketten jöttek. Fura szerkezet volt a hátukon. Igen. Mint egy láng szóró. Igen, és mindenféle műszerek voltak a kezükben. Nem, ketten jöttek, és nagyon kulturáltak voltak, meg vagyok velük elégedve. Már a telefonban azt éreztem, hogy szívesen jönnek, és ez mindig úgy megnyugtat. Na, mondja, mi a probléma? Hol laki? Nem megyünk ki. Uram, ne haragudjon, hát nem. Na jó, kimegyünk, mi a baj? Na ezért nem. Na ne. Milyen akkor... típus? Hát uram, nem tudom. Hogyha nem tudját az öné? De uram, hát nem érdem, csak kazán. Nézze már meg, milyen típus. Na, ők nem ilyenek voltak. Mi a nyolcba vagyunk, be tudja hozni. Igen. Be.
Nagyon aranyosak voltak, visszahívtak, hogy milyen típus, Viki leolvasta, bediktálta nekem, én neki, kijöttek ketten, felmérték az állapotokat, vezérlő lapot kellett benne cserélni. Ja, vagy úgy. Vezérlő egységet, elmentek, egy órán belül kiszállították az ujjat, megmutatták, hogy dobozból hozták. Hogy nem ott a helyszínen 3D-s nyomtatóval tolták le az ujjat. Ez milyen durva lenne? Jön az még. Igen, beszerelték gyerekek, a kis kazár, mint a kis hangyácska dolgozik. Újra duruzsol. Újra duruzsol. A 18 fokos lakás újra elkezdett felmelegedni. 4-5 óra alatt. 19 és fél. Igen. Jó, de hát csak nem 18. Újra 27-28 fok van, amit szeretünk, úgyhogy... Az egész ház egy nagy szauna. Igen. Hozzánk lehet jönni. Igen, azt a spanyolok is szeretik. Nem, 23 fok van egyébként, de működik, úgyhogy... És a hangok eltűntek engem. Nem, van egy fura hang, ami még mindig nem tűnt el. Egy ilyen olyan, mintha egy fél óránként egy szelep engedne. Tehát olyan hangom most, komolyan mondom, hogy éjszaka is hallottuk, hát összetörött magam. Nem főztetek tehát mostanában is, feledkeztetek meg róla. Igen, vagy a kuktába rizs. Nem, olyan, mint amikor nagy a nyomás a rendszerben, pedig másfél bára nyom engedtem föl, tehát másfél bára töltöttem föl, és nem, lementem tegnap, és 10 percen keresztül lent ültem, és akkor nem csinálta. Följöttem, elkezdtem nézni a drónokharcát, megint csinálta. Éjszaka megint csinálta, és olyan, mint amikor egy szelepből hirtelen egy kinyit, kienged belőle a gőz, megy 10 másodpercig, és te abba adja, és bezár, és nem csinálja többet. És 20 perc megint. És ha lent vagy, akkor megint nem csinálja. És ha lent vagy, akkor nem csinálja. És nem tudja megfejteni, hogy honnan jön. Tessék? Költözzetek le. Ez egy jó megoldás. Próbáltam nyomozni, hogy mi lehet. Nem jó hang, mert az olyan, mintha nagy lenne a nyomás a rendszerben. És ott egy szelepot elkezd így kiengedni gőzt, az nem annyira szerencsés. Külön köszönöm, hogy tegnap ezt a sztorit elővetett. Három helyen szólítottak meg ezzel, hogy legyünk szívesek, ne vicceljünk a túlvilággal, a szellemekkel. Azt mert nagyon elég. Rosszul járunk, egy helyen meg kellett volna térnem. Még jobban, mint és ahogy vagyok. És kaptál egy ez van. Ezt olvass el, fiatalember. Ezt olvass el. Az igazság. Kaptunk paptelefonszámot, aki ért az ördögűzéshez, tehát itt tartunk. Úgyhogy köszönöm a tegnapi sztorit. Hát nekünk nálunk ennek még nincs vége. Még ennek a hangnak az eredetét meg kell fejtenünk, úgyhogy... Mondjuk a ti házatok nem olyan régi, abban nem lett gőzgép. Hát, ha csak nem maradt egy régi alatt. Azért fura, mert az egész kazán egy zárt rendszer, és nem tudom honnan jön. És ez idegesít. Fölrobbani nem tud, hogy nagy a nyomás lenne, nem? Hát azért szelep enged. Igen. Ha egyáltalán az a hang. Lehet, hogy na majd, ha az a hang nem lesz. Mert lehet, hogy az a biztonsági szelepnek a hangja. Ha a hang nem lesz, akkor lesz. Akkor kezdj el izgulni. Hát szerintem nincs, hogy azt mondod, hogy a hang nemmel van a baj. sokkal szolidabb hangnemet kellene megütni ennek a kazának. Úgy érzed, hogy rossz hangnemet ütött meg? Ha majd az nem lesz. Ugye, egyébként megmondom őszintén, hogy én is egy picit ráfűztem. Tegnap így bárhova mentem, bármit csináltam, bármit olvastam az interneten, mindig valahogy ebből az irányból közelítettem meg a dolgot, hogy vajon ez a dolog, ez milyen szempontból kapcsolódik a te szellemes sztoridhoz. Vajon segít-e? Nem segít. Meg tudjuk-e fejteni? Nem tudjuk megfejteni. Láttam egy cikket például fönt az interneten, ami arról szólt, hogy a kutyák azok különböző mágneses vonalak mentén ürítenek. Így van. Na, úgyhogy megvan a megoldás. Egy hétre átviszem hozzátok a Denit. És hogyha ha oda csinál, akkor semmi gond nincsen. Egy héten keresztül ott termeli nektek a kakkert, akkor ott semmi gond de nincsen. De akkor van gond, ha nem csinál, mágneses vonalban laknak, az nem jó. Nem, mert hogy a kutya érzi egyébként. Tehát, hogyha ha probléma van, akkor oda nem kakál. Ha minden rendben van, kakál. Úgyhogy, ha kakálni ez fog, jó. Akkor minden rendben van. Ha nem fog kakálni, akkor... Mondd már úgy, hogy kakilni, léci. Akkor kakál. Ez a kakálni, ez. Jaj, de gyerekeknél is lükémiával, kakálval. Gyerekeknél is úgy utálom, amikor valaki azt mondja, hogy bekakáltál. De nálunk az, délen így az, mondják. Kaki az olyan aranyos, de a kaka az annyira szörnyű. Tehát akkor két dolog lehet. Vagy az emésztésével van gond a kutyának. Igen. Vagy kiszúrásból odaadtad, hogy szarja össze a lakást. Vagy valamilyen mágneses vonal mentén fekszetek, ami nem jó. Van, ezek a földsugárzások, ezek abszolút létező exakt dolgok. Tehát ez már nem is az ezotéria tartományba tartozik, hogyha neked rossz helyen van az ágyad, sokat fáj a derekad, a hátad, migréned van, akkor rossz helyen fekszel, azokat most már nagyon egyszerűen radiesztéziás eszközökkel be tudják mérni. És akkor van a Hartmann, vannak a lejvonalak, vannak a vízsugarak, tehát hogy az ilyen simán van. Én egyszer mértem, képzeljétek. Na, és? Ilyen pálcával. Nem vízsugár, vagy csak vízér. Vízér. Meghal. Addig jól mondod, hogy én elmegyek vízér. Jó, vagy így. Jó. Nem, tényleg vízér, Hartmann, ezek léteznek. Oké. Akkor én meg úgy érzem, elég édes a kávém, elugrok egy kis édes gyökér.
De te azt mondtad, hogy gyömbérért mész. Mész gyömbér. Igen. Na mondjad, hogy? Szóval ez a pipa alakú ilyen részdrótot kellett fogni a kezedbe. Milyen pálca? Kettő pálca, ugye? Pipa alakú részdrót. Mindenki mond, hát, mindenki mond valami részigazságot. Radiesztéziás eszköz. Jó, hát ez így harcoskodni. Ez egy 1 milliméter vastag, körülbelül vagy 1,5 milliméter így van, vastag. Pálca. Általában részből készült pipa alakúra hajlított drót. Ezt igen, a szakember pálca, így mondja. Pálca. Azért kérsz el 10 000-et, mert így hívott, hogy radiesztéziás eszköz. Tudod? Tehát mert azt nem mondhatod, hogy oda megyek a két részdróttal. Ha radiesztéziás eszköz, akkor már 10 000-ért lehet bemérni. És egyébként... Sokan nem használnak ilyet? Nagyon sok. Nagyon jó, hogy így bemondtad, mert talán kevesebb lesz a kábellopás, és mindenki ezekre a pálcákra fog utatni. Van ilyen, és fogtam a kezemben, egy ilyen szakemberrel voltunk kint. Hát ő miért? Én nem tudtam, hogy mit csinálunk. És mondta, hogy indulj el, és elfogad. Egy úton én is egy másikon. Igen, ő is elindult egy másikon, és a két pálca így... Elforog, persze. Keresztezte egymást. Vagy szétnyílik. Igen. Hát abszolút, mert ha kicsit megtanulod, hogy kell fogni a pálcát, akkor azt te is meg tudod nézni. Észrevetted, hogy az ujjait összecsípentve morzsoló mozdulatokat tesz? De ne, amikor befordult a pálca? De nálam volt a pálca. Nem ő nála. Tehát, hogy én fogtam a pálcát, én meg nem morzsolgattam semmit. Jó volt egy ilyen, ekkor még fiatal voltam, és bohó, kipróbáltam a pálcát. Igen. De ne nagyon érdekes jó módos volt. Határozottan erővel fordította ki a kezemből a két pálcát. Uh-huh. Úgyhogy nagyon érdekes a dolog. Komolyan próbál, most tök szkeptikus vagy, látom rajta. Ne, a vágó arcát látom az arcodon. A radioesztéziológia, ez nem annyira... Radiesztéziás eszköz, így hívjön. Mondom még egyszer, radiesztéziás eszköz. De hogy... Igen, ez jó, ha beméred az ágyadat például, ha például nyugtalanul alszol, rosszat támadsz, a gyerek mindig kijön a szobából, nem tud aludni, felsír éjszak a 2 és 3 között. Tehát érdemes megnézni, hogy nem fekszik-e olyan. Vagy ahova a kutya és a macska fekszik, az például mindig nagyon jó. Mert ők sosem fekszenek ilyen vonalakban, tehát ők nem tudnak ott ellenni. Tehát ahol a kutya fekszik, vagy a macska a lábadnál, hogy ez a lakás egy bizonyos pontján, ott biztos, hogy nincsen. A macska kedvencé, mert ők ezeket érzik. Várjál, nem úgy, hogy a macska ráfekszik, a kutya nem fekszik rá? Na, azt hiszem, az állatok nem szeretik nem ezeket, szeretik. És kerülik. A macska az, ami kerüli azokat a helyeket, amik veszélyesek, vagy kényelmetlenek. Aha. Tehát a... Macskánk, van macskánk is van, átviszük mind a kettőt. Hozzátok át mind a kettőt. Hát, figyelj, egy kész ilyen felszerelés vagy ebből a szempontból. Az a baj, hogy a macska mindig olyan helyekre fekszik, ahol én nem tudok, kivétel az ágyunk mondjuk, de hogy viszonylag szűk és kényelmes helyeket talál meg. De ezért fura lenne, hogyha fölmásznék a radiátorra, és én is ott feküdnék, mert ott a legjobb. Nem? Főleg, hogy konvektorunk van. Na mindegy, jönnek a megfejtések a fura hangra. Ez jó egyébként. Automata légtelenítő szelepen van, azt mondják. Ez lehet. Igen? Igen, hogy fél óránként így kienged. Jó, de miért a nappaliba szerelték? A kiegyenlítő tartályban kevés a víz, az is adhat hangot. Ide, Csabi, ez tök jó. Automata légtelenítő. Tehát akkor levegős a rendszer, akkor ki légtelenítő, nem kellene kicsit? Hát igen. De automatád van, akkor neked nem kell. Ja, persze, hát az automata az minek? Igen. Mert hogyha ha manuális légtelenítő rendszered lenne, tehát hogyha... MLT, ez lenne ráírva, akkor manuális rendszer, igen, akkor ha MLR-ed van, akkor neked kell. De nem erre gondolok, hanem hogy ugye te is tudsz légtelenteni magánál a radiátornál. Aha. Tehát ugye fönt van a szelep, elkezdett kiengedni, és akkor alul nyomod bele a vizet, fölül meg tolja ki a levegőt, és addig tolod, amíg ugye nem vízsugár jön, hanem a levegő, mint amikor tudod, hogy nyomja ki a vizet. Hogy? Más utas is tud. Ja, meg is van, így hangra megvan, hogy pontosan miről van szó. Más is tud ilyen hangot adni, csak nem akarom elmondani, hogy mi az, amiből itt hirtelen kijön a levegőt, tudod, és hasonlít valami az. Igen, és hoz magával egy vizet, egy rögbilabdát. Már hát kinek mit, meg egy fél banát. Jastul, mert nagyon kapkodtál reggel. Szóval, hogy akkor ott le tudnám légtenteni. Csak az két ember kell, mert egy, aki lentről tölti a rendszer, Hapszi. Egy meg, aki fönt engedi ki a radiátorból a levegőt. Tehát ezt egyedül nem tudom megcsinálni, csak nem lenne nagyon hosszú lábam. A régi ilyen öntött vas radiátoroknál, nekünk is az volt régen, illetve nem öntött vas volt, mit tudom én, milyen vas volt, de vas volt. De régi volt. És hát ott úgy légtelenítettük mindig, hogy alátettünk egy ilyen kis edényt, és akkor megnyitottuk. És hát amíg levegő jött, addig nem volt baj. Amikor meg már jött a folyadék, akkor el kellett zárni, mert akkor ugye kiment belőle a levegő. Viszont nálatok ugye akkor a lakás, hogy ahhoz hány ember kellene, hogyha az mondjuk manuális lenne. Tehát, hogy ez a baj, hogy mire az egyiknél megvárod, és már jön a folyadék, addigra a többinél már túl is csordult. Ez nem jó. Aha. Értitek, ugye? Igen. Igen, abszolút. Értjük. De ez legalább ti.
Na mindegy, szóval, hogy vannak még ilyen rejtélyes hangok, ez a lényeg, de kezdődik meg, kezd megoldódni. Milyen ez az alázene? Írjátok már meg. Nagyon jó, én bírom. Szerintem tessék? Jó. Engem hangulat hoz. Nem. Hello! Igen! Lehetetlen. Fizettetek? Nem! Csajok, nem jöhettek már be, így tudjátok! Azt jól el lett szilárdolva. Jó! Azt elszilárdoltátok, hogy a csajok ingyen menjenek bulizni. Gyerekek, a szilárd elszilárdolta. Figyeljetek, viszont tegnap fönn voltam a neten. Na, ezt úgy mondom, mint hogy azt mondtam volna, hogy fönn voltam a kékestetőn, vagy dobogókön. De mit csináltál a neten? És unatkoztam rohadt. Hogy fölmentem, és láttam végre egy közös programot, egy olyan közös programot, hagyjatok ami esetleg, tudom, ha esetleg az idei közös jelés nem jönne össze, mert mit tudom, hogy nem kapnánk bioviaszt, amivel Balázs keni a lécét, akkor ott lesz majd áprilisban a Balatonkör. Mi az a Balatonkör? A Feri, ez biztos, hogy... Ha úgy teljesíted, akkor óriás kérdés. 209 kilométernyi kerékpározás, jól emlékszem. 209 de miért rossz a féked, mert egyébként 2-6. Hát azért most. Kinek mennyi? Ha a nullás mellől indulsz, a láncíz mellől, akkor a 350. De miért áprilisban? Hát áprilisban még általában 10 fok van, azért az rossz idő, igen. Jeges északi szél, hát az április még nem jó. Sport, kimelegszem. Áprilisban van a Balaton kerülés? Igen. Igen. De az nem gyerekes sztori, ugye? Azért az nem. Hát a 209 vagy 6 kilométert, 206 kilométert az... Reggel 6-kor indul az egész sztori. De hova rohatnak? Félnek, hogy elmegy a Balaton. Mi kell 6-kor indulni? Nem, mindenki együtt indulnak, együtt érnek be. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen csapatépület. Nincs olyan, hogy akkor előreskerázok, és akkor megmutatom, hogy mennyire én vagyok az új Miguel Induren. Hanem ha megelőzöd a szervezőket, akkor kizárnak a versenyből. Tehát együtt kell haladni végig. De na, azok a tisztek, mint a rendőrautó az autópályán, igen, 120-szal. És akkor mi folyamatosan te kezd, hogy amikor elől a Mizi azt mondja, hogy akkor most pihenő, akkor én is pihenhetek? Vannak pihenők, folyamatosan be vannak iktatva, különböző kempingekben, meg mindenféle ilyen pihenőhelyeken, ahol lehet fogyasztani is, tehát hogy oda gondoskodnak minden egyes résztvevőről. Meg az, hogy együtt haladnak, az biztonsági okokból is, ez egy tök jó dolog. Olyan 18 km/órára van belőve az átlag sebesség, tehát hogy egy ilyen 10-12 óra alatt azért abszolválható a dolog. Aha, nagyon jó. Este 7-re ér be kb. A csoport, meglehetősen nagy csoportról van szó, és akkor reggel 6-kor indulnánk, tök jó lenne. Ha, menjen, akinek hatanya van, nem? Na, hát, meg is kaptad a választ. Hogy 200 kilométert, tehát hülyén tekerjek. Örök befogadókat keresek. Nem hülyén, meg szép. Nézzek ott előttem valami segget 8 hát, órán keresztül. Olyan, hát úgy kell helyezkedni. Mert ezt te is nagyon jól tudod, hogy az ilyen koedukált versenyeken, meg tömegrendezvényeken azért van látnivaló. Én azt gondolom. Kiállva a nyerekből ott teker előtted. És ezen el akartok indulni? Figyelj, szerintem meg lehetne csinálni. Ez egy szombati nap. És nekünk egy vasárnap is lenne, ha én biztos, hogy belecsúsznék a saját bringa, vagy adnak valamit. Adok neked egyet. Komolyan. Ez nem olyan, mint régen a lovasposta, vagy én nem tudom. A váltott kerékpárokon érkezem délfelől. Igen, eszközt nem biztosítanak, tehát nekem kell. De egyébként lemehetünk, letekerhetjük már. Annyi programunk van mindig. Szerintem sima ügy. Meg ugye 200 kilométer azért nekem kell egy kis körögvirágkrém. Tömegrendezményt lehet találni szélárnyékot. Az ülés feltöri a fenekem, bekened? Persze, hogy nem. Felmegyek a gyertyába, valahol Almádiba, aztán Feri bekened nekem. Feriken én hintőporozom. Valakit meg majd megkérünk, és a felesleget lefújja. Jó. Hát... És nem kell futni, nem kell úszni, ne, csak semmi, tekerni. Csak semmi. Tekerés. És nincsen ilyen irgalmatlan nagy tempó. Szerintem, hogy most így olvasgattam, így már 80 év fölötti teljesítő is volt. Már nem úgy, hogy annyi időben telletnek, hanem hogy idősebb volt. Azonban a végén mész, akkor mire az eleje megáll, eszik, addigra ugye te végén már meg se állsz, hanem mész tovább, mert annyira messze vagy az elejétől. Bevárnak, hogy... bevárnak mindenkit egyébként. Veszünk ilyen zselés nyerget, már ilyen ezt a betétet. Értjük. Ja, hogy ne törje fel a feneket. Így van. És hány pihenő van benne? Jó, sok. Jó, mennyi? Hát... Most mi 10 kilométerenként nem lehet megállni. Figyelj, hát szerintem 50 kilométeres, nem? Hát figyelj, azt mondja, hogy összesen hivatalosan igen, 4 pihenőpont van. Aha. Azt mondja, hogy Kenesei strand, Kisfaludi strand, Balatonfüreden, aztán Gyenesdiáson a Bringatanya, meg Fonyodligeten a gyerektábor. Tök jó. Na, ha 10 kilométerenként pihenő van, akkor 3 nap ezt körbe menni. Mert hogy magunkat ismerem, megállnánk egy lángosra. Én egy lángos bedobsz, igen. Figyelj, csinálunk egy főpróbált. Velencén leugrunk Feriékhez, csinálunk ott 2 vagy 3 kört, ez 28 kilométer,
és utána meg neki rúgaszkod. Valamikor mit tudom én, márciusban, vagy februárban. Nem, az... mi van ezzel a figyelj, ha a Velencei kört, ez pókjárásba körbe megyek. Hát az nem egy ideig. Ördögszekérbe legurulom nektek. Nekem tehát, az is jó. Megfogod a lábam, nekem én megfogom a te lábad, leguruljuk. Bukfenc előre, bukfenc, hát az 28 km, egy kicsit oda tekerek. Hát meg... Figyelj, ha pókjárásba csinálod, akkor mind a két térdedre szereljünk egy GoPro-t. És vegyük végig. Vagy pókjárás, vagy rákjárás, amelyiket választjátok. Egyébként az meg Guinness rekord. Melyik van? A rák van, a pók megy hátrafelé, a rák nem, előre? Nem, a pók az előre. Pók az előre, a rák hátra. Uh-huh. Viszont a pók az fejjel lefelé. Igen. És húz valamit maga után. Na mindegy, jó, hát térjünk rá vissza, hát annyi programunk van mindig, aztán az egyből sincsen sor semmi, úgyhogy tegyük el ezt is oda, ahol a többi van, aztán majd meglátjuk. Én az április kicsit korainak érzem, április még simán lehet egy 16 fok. Beszélek a szervezőkkel, áttetessük. Hát mindegy, egy jó május. Van májusban, júniusban is ugyanilyen. Szerintem jobb, jó idő van már, virágoznak a fák. Az április, az még azért sokszor tudom, hogy ilyen 13 fokos kis jeges éjszaki szeles valami lenni, az még azért annyira nem szórakoztató. Na mindegy, nézzük meg. Na, nem akartam, már érezted, hogy nem akar belőle kijönni, de vannak kérdései. De figyeljetek, ha mentek, azért választod a áprilist, mert hogy addig még van egy kis fórum, még valamivel kitáncolhatunk. Ha esetleg odáig összejön ez az űrutazásos dolog, akkor persze, akkor dobjuk, de... Ha meg májusban úgyis kitelepülésre indulunk, ugye roadsonk van. Mert most nehogy az a gyere, hogy megyünk lesz. Bringával. Hát szerintem megyünk, egyéb egyszer elindulunk, de jó, persze. Egy de öt naposra induljunk. Igen. Jól van, hogy állunk játékkal? Elég jól. Viccelsz? Jól visszük. 2-0, eddig miénk a hét. Ettől függetlenül természetesen mindenkinek sikerekben gazdag január 8-át kíván. Igen, na de lehet jelentkezni, aki nagyon bátor. Jó, egyéni ajándékcsomagért még megy a harc. Ha mai napot nyerjük, akkor meg vagyunk a héttel. Az egy biztató indulás. Hallom, persze, hallom is. Igen. A matematikai törvényszerűségek szerint te jössz, de nem menjünk mindig sorba-sorba. Tehát ha jó. Most újra felét akarják, akkor legyen, vagy kétszer téged, mit tudom. Tehát mert az nagyon kiszámítható, mindig így körbe megyünk, nem? Hallottad, Anna, mit mondott? Ő akar játszani. Mert na, már. Tessék, na, hajrá, így van, be is húzta. Hogy bepróbóztam magam. Érted, most ha ilyen erőszakos vagy, legyen. Na, lehet jelentkezni a játékra. Jó, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt. Nincs az M7-es 43-as kilométerénél a belső sávban a Balaton felé. Na, hát az nincs. Tényleg így alakult? Ez az SMS, gyerekek, konkrétan. Nincs az M7-es 43-as kilométerén a belső sávban Balaton felé. De hogy mi? Miért? Mi volt ott? Mi helyett? Nem tudom. Van másik, Balatonszabadi és Siófok között hatalmas köd a bringás úton. Mindenki vigyázzon, mert kivilágítatlan motorosok száguldoznak. Ez Zoli küldte nekünk. És nagyjából ennyi. Most ez egy másik? Uh-huh. Majd valahogy ki kéne kötnünk egy mellett. Mert akkor arra rá a fülem, melyiket és akkor... Melyiket akarod? A tuc-tuc-t vagy a rock-t? Nem, még vajudom, hát, nem tudom. Ez se rossz, de nekem valahogy a beköszinknek a... Igen, az. A parti igen, nem az tudom, de valahogy majd kössünk ki egy Isten mellett. Isten, az minden, a parti hajón. Minden megszólás más. Ez? Hát... Ez volt a beköszink. Ez volt a beköszink? Igen. Ez volt a beköszink. Á, de ez alatt nem érzem magam annyira rezidensnek. Hát ez volt a DJ Skuló. Ez a Skulós. Halló. Igen? Aha. Melyik a jobb, Laci? Ez a másik. Én ezt jobban bírom. Igen, na ez teljesen rossz egyébként. Ez kicsit kicsit keményebb, mint a Hooligans. Ez ilyen Van Halen, ez kicsit. Jump, meg benne van Van Halen, jump, kicsit. Ezt jobban bírom. Ez jó, maradjon ez. Na akkor... De hasonlít a régire, ez sem megszokások emberi. Ez? Nekem ez. Jobb. Mutassam. Nagy különbség nincs, de nem, ez... Erre mindig körbenézek, hogy hol van a tánctérről a kiárat, és van-e valaki kukás jelmez van, aki táncol. Ugye, hogy a rockos, az egy kicsit olyan hangulatos. Móni mondta ott, hogy egyébként olyan, mintha folyamatosan egy videójátékot hallgatna, mint hogy játékterembe állna, és iszonyatosan küzdene, hogy a következő szintet elérje. Legyen a rockos. Legyen? Legyen, szerintem jobb a rockos, igen. Hú, mi? Nagyon csapatják. Ezért a témáért a kis kibőrödnál fél karja. Na jó, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Sziasztok. Hello, hogy hívnak? Tamás. Tamás, honnan hívsz minket? Hello. Budapestről. Budapestről. Már munkában vagy otthon? Munka, igen. Mit csinál? Szállítok informatikai dolgokat, eszközöket. Ó, egy jó Winchester. Ó. Nem nyomtatványokat. Ez volt az egyetlen, ami eszembe jutott egy szállítógépről. Igen. De, Winchester. Egy jó Winchester. Tényleg. Hardvereket szállítasz? Hardvereket, nem? Vagy szoft... Mindeneket. Hardware, software. Ezt is, azt is. Jól van, kivel szeretnél játszani? Hát természetesen veled. Hát de jó választás. Csak jelzem, hogy tegnap játszottam. Ha na, jelezted, esetleg... hát ennyi. Igen, meg is jó, volt. Értük. Esetleg feledésbe merült volna, biztos? De maga nem tudlak most erről lebeszélni? Nem, vele, muszáj veled játszanom, muszáj. Igen? Van hát, olyan, amit meg akarsz kérdezni esetleg? Töltött el a labdát. Már mivel is? Hát engem. A kezedbe. Ja. Jó, oké. Okay. Figyelj, könnyű dolgod lesz, mert Island demoralizálva van most, hiszen az új effektünket ő hallhatna másodszorra, és azért hogy kezdődik, nem? 2013. Nagyon jó. Az nagyon jó. 14. A jégsapkák elolvadtak az óceánok kiünt. Ja, tényleg kitett 2014. 2014. És utána visszajön megint a rockdiszkó. Fura. Na jó van, belevágjunk akkor? Vágjunk bele, persze. Vágjunk bele, én is azt mondom, hogy vágjunk bele. Jari? 3, 2, 1, fire! Na, nagyon elszánnak tűntél. Tessék? Elszánnak tűntem? Elszánnak tűntél, gondolom szeretnél kérdezni. István mondtál, jól emlékszem? Tamás mondtam, úgy emlékszem. Tamás, bocsánat. Úgy emlékszem. Na, Tamás, hát akkor kérdezzél. Mi újság van a szellemekkel? A szellemekkel? Jól még, vannak. Még vannak? Papot hívtál? Még valami fura hang volt. A kazán megcsinálták, hál' Isten, úgyhogy ezt sikerült megoldani. De van valami fura hang van még, igazából. Papot hívtál? Papot elfelejtettem hívni. Hívnom kellett volna, szerinted? Vagy milyen jól meg? Azt mondtad tegnap, hogy hívsz papot. Vagy a Jani beöltözteted. Hát úgy volt, hogy a Jani beöltözik, igen. Aztán... Mit igen ezzel? Ja, de hülye vagyok, hát, basszus. Hát, igen. Ez jó, eddig jó. Köszi, Feri. Ügyes vagy, basszus. Köszönöm, Feri. Mit köszönsz? Hát, hogy szólt? Hát mindig szólunk, ha észreveszünk, hogy vagy akkor szólunk. Jó, persze. Áj, de jó, vád, béna vagyok, basszus. Tegnap hozok egyet, erre ma már el is engedem. Hát egy-egy, így a jó. Igen. Hát neked. De még vezetünk, nyugtassatok meg. 2-1. 2-1-re megyünk még? Jó van, akkor nincs egy baj. Gyorsan visszakérdeztetek, hogy hallottam ezt a biciklis történetet, ez milyen 200 kilométeres dolog, hogyha bele kérdezhetek? Balcsit körbe kell tekerni. Jó, Balcsit. Jó, az jó. Április 26. Jó az. Jó. Jössz te is? Lehet, addig még kicsit edzenem kéne. Ah, nekünk is. Hát arra készülni kell, igen. Én oldalkocsiba fogom teljesíteni, Feri lesz a pilóta. De jó lenne, ott ülnél egy térképpel. Jobbra. Hát ez nem volt egy erős játék. Köszi, jó voltál. Én is köszönöm szépen. Küldjük az ajándékcsomagot, abszolút megérdemled. Nagyon szépen jó? Köszönöm. Okay. Jó napot, ügyesek vagytok, jók vagytok, köszönöm. Köszi, ciao. Köszi, hello. Sziasztok. Gyerekek, bocs, ez úgy valahogy úgy kicsúszott. Nem? Éreztem, hogy ma ezt éreztem, hogy nem nekem kellene. Próbáltam is erről lebeszélni az elején. Jó, nézzük a jó oldalát, 2-1. Nincs nagy baj. Semmi gond. Semmi baj. Na, holnap még javíthatsz. Nem akarok én egész héten játszani, játszottam én eleget. Kicsit a hírek után körbe tekintünk majd a nagyvilágban, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban, hát ott a középső, illetve a keleti vidéken elképesztő, hogy mit hallasz. Sarkvidéki hideg, mínusz 30, mínusz 40. Most láttam tegnap az interneten ilyen forróvizes kísérleteket, hogy kimentek forróvízzel, földobták a levegőbe, és mire lejjebb megfagyott. Szenzációsan nézett ki. Egyébként minden amerikai ezzel szórakozik. De hogy ilyen elképesztő, tehát éppen Kanadában mínusz 43, New Yorkban mínusz 30, tehát olyan idő van, megbénult a közlekedés, ugye bezártak különböző reptereket, és hát az amerikai egy része utálja, a másik része élvezi, de nagyon durva idő van most ott kint. Hát állítólag majd ez jön erre. És hihetetlen kontraszt, tehát hogy ilyen cirka 60 fokos eltérés az ország egyik vége van a másik vége között. Hát ott lemész Miami-ba, ott meg most jó idő van. 30. Igen, igen. Úgyhogy hívunk majd olyan hallgatókat, akik Amerikában vannak, Amerikában hallgatnak minket az interneten keresztül, és megnézzük, hogy náluk mi a helyzet. Hogy állunk a fotópályázatunkkal? A fotópályázatunkkal kérlek szépen egészen jól állunk, tehát zajlik.
Tehát elindult. Ha valaki esetleg nem tudná, van jelenleg is egy fotópályázatunk, az a címe, hogy Így fáztok ti. És olyan fotókat várunk, amiken az ország legrondább karácsonyfái, fenyőfái látható. De nem kidobott, hanem még feldíszített, pontosan üzemben, üzemszerű karácsonyfái. Így van, ahogy fityegnek rajtuk az üres kis szaloncukor csomagolások, a félig leszaggatott girlandok, stb. Az összetört díszek, ilyesmi. Ezeket hol lehet megnézni? Ezeket meg lehet nézni, azt mondja, hogy... Hát otthon, akinél van a fa. Az ott mindenképpen, de fölmentem, és hol találom ezt? Fotóverseny. Meg? Igen. Jobbra fönt, fotóverseny, rákattintasz, és akkor ott alatta nézd meg az eddigi képeket. Rákattintunk, és abban a pillanatban láthatjuk, hogy atya úristen, hánynom kell. Te jó Isten. Tényleg? Vannak már ez, béna vagyok, nem találom. Igen? Aha. Atya Isten! Tehát van, aki ezt gondolt a fenyőfának? Van egy, ami már 62 lájkot kap. Nekem ő a kedvencem. De az a baj, hogy ez ilyen... De ne. Ezt direkt erre csináltad, de jó. Ja, ha valaki nem nevez be erre, csak rögni akar, menjen fel a Morning Show.hu-ra, nézze meg mindenki, elképesztő fenyőfák vannak fönn. Tényleg, tehát ha valaki így várta a szentestét, hogy mondjuk ez komoly, és ez nem egy utólag megcsinált fa, az örök milyen lehet a karácsony. A helyi takarékos is igazából minden átjön, van talpa, vannak rajta díszek, csúcsdísz is van, ahogy látom. Ezt tudtam, hogy szereti fogom ezt a versenyt, mert nagyon jó pályamunkák érkeznek. Lémi tűlevél is akad. Egy nagyon, nagyon szép kis fődíj a nyeremény, egy brutális ajándékcsomagot adunk most. Jó, januárra való tekintettel kicsit low budgetes most a nyeremény, mégis csak év eleje van, hát nem szórunk el most azért csak úgy 50 ezer forintot, ahogy eddig tettük a fotópályázatok nyertesénél, de egy felturbozott, aláírt, dedikált, mindenféle relikviával ellátott, hatalmas nagy Morning Show-s ajándékcsomagot adunk majd annak, aki nyer. Jó? Fel lehet tölteni a pályázatokat, de ha valaki nem tölt, az érdemes megnézni. Vannak, ahogy látom, vannak érdekességek. Vannak nagyon durvák. Igen. Megnéznék egy szentestét azért, akinél ilyen a fa. Nem? Mit adnak egymásnak? Kinek mit mond? Mekkora szeretet van a családban? Mennyire örül a gyerek. Igen. Na jól van, tehát akkor hívjuk amerikai hallgatóinkat a hírek után. 7 óra múlt, pontosan 1 perccel itt vagyunk mindjárt. 7 óra múlt, 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani. Hello! Hello drága hallgatók, itt vagyunk. Sikerek meg gazdag, boldog január 8-át kívánunk mindenkinek. Meddig tolod még ezt a sikerekben gazdag, meg boldog? Ez csak 8-ára, csak mára kívánta. Ez már nem új év. Lehet holnap eredményekben gazdag lesz? 9-e. Aztán 9-e még egészségben gazdag? 10-e fizetésben gazdag, boldog 10-ét kívánunk. Jó, teszem be. Várok bármi? Hát ez most nagyon komolyan, minden nap megnézem a borítékot benne, hogy mindenki lehozta már a számlát. Elmente. 10-én kapjátok a fizut? Igen. Igen? Jó, hát most van, aki korábban van. 5-én már mindenki megkapja az országban, nem vagy 10-e? Változó. Változó? Dolog, cég függő. Hát a korrekt cégek. Aki nekünk utalja, igen, az mindig egy picit a számláján tartja a lóvét, hogy hát ha kért. Addig kamatozik érted, ezért megyek háromnak. Gondoljatok arra, hogy a sok kicsi két napból azért az nekem előbb-utóbb ott megfial. Mindig csak egy napot csipentek le, de utána azért az 365 napban mindig egy nap, ugye az 12 nap, az már egy fél hónapnyi kamat, amit a végén landol. De ez a karácsonyi ajándékom magamnak, úgyhogy ez mindig évvégén kapom meg a kamatot, úgyhogy... Egyébként számomra akkor érnek véget az ünnepek, amikor már nem látok több olyan kis cetlit mindenfele helyeken, cukrászatokban, pékségekben, stb., hogy akciós beigli. Most még van? Érdekek, egy jó diós beiglire én még be tudnék nevezni egyébként, komolyan. Hát a gesztenyeset én már nem ajánlanám. Aha. Az már, az tényleg az csak frissen jó. Tehát, hogy szerintem nem, az a már embert lehet ölni valószínűleg, ott már nincs nagy élvezeti érték a gesztenyének, de a dióval, meg a lejóval, meg a mákkal semmi gond nincsen. Nincs olyan, amíg januárban és februárban is csinálnak? Hát szerintem ennék az emberek, nem? Vagy ez tipikus karácsonyi dolog? Nagyon kevés helyen látok. Kevés helyen van? Júniusban, holott nincs benne semmi olyan, ami miatt ne lehetne ugye? Csinálni. Simán meg tudod csinálni. Igen. Igen. De akciós halászlevet már nevelgél. Micsoda? Akciós halászlevet már nevelgél. Hát azt hiszem nálunk még mindig van, úgyhogy... Mindig rájárunk a karácsonyi menüben. Rájából csináltad? Igen. Jó rája, gyerekek, hát ez annyira finom. Na nézzük egy-két SMS, mi a helyzet az utakon? Balázs, mi van a szellemmel? Erről beszéltünk, korra reggel kazánszerelő jött, megcsinálta a hangok, még kazán vannak. Kazánszellemszerelő volt, megcsinálta a hangok, még vannak, valami szelep enged, megmagyarázhatatlan, megfejthetetlen hang. Legalábbis mi egy szelepre fogjuk, de a kazán az működik. Tegnap megoldotta a szerelő.
a ködlámpásoknak az összes befőtje rohadjon meg. Kiskakas üzet ez nekünk. Az 53-as úton kint vannak a KPMS-ek és a rendőrök kiskunhalason. Valamint Úny és Tinje között félig árokban a volánbusz. A kanyar után baleset veszélyes, ezt Andi küldte nekünk. Szabad a pálya az M7-es Balaton előtti részén, már jobbak a látási viszonyok is. Szép napot üzente valaki, és Szabad és Siófok között hatalmas köd van a Bringás úton, mindenki vigyázzon, mert ráadásul kivilágítatlan motorosok is száguldoznak. Hello, srácok, 6-kor félállomban hallgatlak titeket, a szellemeiddel álmodtam, Balázs. Ez a szellem mindenkinek hogy beakadt, ugye? Nem? Igen. Hát nem tudom, hogy akárhogy is nézzük, mert bizony. Mi is? Na, Amerika. Ugye tegnap közé tettük a Facebookon, hogy keresünk olyan hallgatókat, akik... szerintem nem tudom megszokni ezt a zenét. Akik... Igaz, hogy előre szaladná? Hogy integesi David Lee Rothnak? De neki körbenézek, mindig, hogy igen. Nem tudom, hogy szoknom kell. Igen, nekem a Vanilla legrosszabb időszakát idézi ez. Más számomra persze nagyon sokan szerették, de... Legyen a Digi? Nem. Szóval, hogy ugye egy északi levegő betört Kanadába és Amerikába, és olyan dolgokat hall az ember, ami egész egyszerűen elképesztő. Tehát egy nap, ami 30 fokos hőmérséklet csökkenés, Ugye Kanada és a keleti part az Egyesült Államokban. Na most, ha megbénult New York, meg megbénult ott Washington, meg Wisconsin, meg rengeteg Kanada, képzeld, mi lenne, ha egy ilyen ide betörne? Nem? Ide betörne mondjuk egy ilyen balatoni hideg, és onnan így átérkezne ez így Budapestre. Mi lenne itt? Ha ezt most New Yorkban nem tudják kezelni. Budapesten hát, szerintem végünk lenne. Hát átülnénk az autódba, mert abban van állófűtés. Igen. Kapnátok SMS-t, hogy üljetek át egy másik autóban. Nagyjából ennyi lenne. Ugye kértük azt, hogy jelentkezzenek olyan hallgatók, akik minket hallgatnak itt online, kint élnek, és nagyon helyesek voltak amerikai meg kanadai hallgatók, mert rengetegen írtak nekünk, hogy hívjuk őket nyugodtan. És van egy lány, aki Kanadában van jelen pillanatban, Vera, és ő is írt egy elég hosszú levelet, hogy náluk mi a helyzet. Hát mínusz 43 volt, amit mértek. Mennyi? Mínusz 43-at is mértek. És jelen pillanatban, amikor az e-mailt írta, akkor mínusz 20 fok volt, de a szél miatt azt mondta, hogy mínusz 30, mínusz 35-nek érzed. Ott azért már kocogtatnád a hőmérőt, amíg le nem törne az ujjad, hogy mínusz 40, mi van? Mi? Ez biztos elromlott. Hány fok van akkor, amikor már nem tudsz pisilni sem, mert azt mondják, hogy megfagy és veszélyes? Tehát, hogy magába belefagy a csőbe. Hát jó, az a mínusz 30-35-nél már azt mondják, hogy nem szabad, mert hogy baleset veszélyes. Tehát, tudtok egyet kardozni. Hát, csak vagy öngyújtó van. Szerint állatok még kerti budi van, te tudod? Még nagyon jó, bár már koppan, amikor leér. Mondtad, hogy nálatok a társasházban, még a gangnak a végén van a közös abszolút budi, hogy te még éjszaka kijársz. Így egy ilyen régi eső csatornát kötöztünk oda a korlát mellé, abba belelógatod a brét, és lent pedig egy nagy hordóban gyűjtjük. Amikor a negyediken rájön a hasmars a lakótársakra, akkor a lentiek mindig átkozódnak, mert nem tudnak aludni, hiszen lent már koppan. Ahogy mondtad. Igen. Na, itt van egy hallgatónk, Vera. Hello, Vera! Jó reggelt kívánunk neked! Szia, Vera! Sziasztok! Hello! Te éppen Kanadában, ugye? Én igen, Torontóban. Toronto! Ó, oh, Toronto! Hány óra van most nálatok, szegény? Te most jó sokat vársz ott ránk, hogy adásba kerüljél. Ja, hát igazából egyet percet keltem fel. Ja, Anna ébresztett, igen, mert tegnap írtad a levelet. Egy óra, kettő óra környékén lehet ott most nálad? Negyed kettő. Egy jó kis negyed kettő. Na, és hány fok van most már? Nem a lakásban nyilván, hanem odakint. Látsz valami hőmérőd? Megnéztem most, és most csak mínusz 25 van. Ja, hát érzed, akkor nyilván és jó, mert nem fúj a szél. És most nem fúj a szél, úgyhogy biztos, hogy nem érzed nagyon hidegnek. Igen, hát ott a szél miatt az ember hőérzete még egy kicsit csalóka lehet. Na, te mikor költöztél ki? Mióta vagy kin? Én lassan egy éve. Lassan egy éve. Mit csinálsz kin? Adótanácsadó vagyok. De szép szakma. Azt itthon is lehetne. Egy multinál dolgozol? Igen. Egy multinál vagy adótanácsadó. Tehát mondjuk, ha egy éve kint vagy, akkor azért neked volt időd ezt megszokni, vagy ez ott is extrémnek számít, ez a mínusz 30, hát, ez a mínusz 40? Azért ez már nekik is sok. Tegnap mínusz 43 fok volt. Atya Isten! Amikor megláttam reggel, így visszabújtam az ágyba, hogy akkor én ezt most így nem.
De hát nyilván kell menni munkába, de ez már nekik is sok. Tehát, hogy ez már nem csak nekem az, hogy én ez biztos, hogy nem megyek ki, de ez már a kanadaiaknak is sok. Hát a mínusz 43, én legkülönbözőbb voltam, az mínusz 22 tavaly januárban, amikor láttam, hogy a telefonom annyit mutat, kimentem megnézni, hogy az fizikailag milyen érzet. De hogy milyen, azt le lehet írni, vagy le tudod írni, amikor mondjuk egy mínusz 25, mínusz 30-ba így kimész, hogy mondjuk pár perc után így mit érzel, vagy milyen érzés az, vagy milyen fájdalom jön az emberre? Hát konkrétan fizikai fájdalmai vannak egy ilyen 5 perc után. Tehát így az arcod az lefagy, a szádat nem érzékeled, nem tudsz beszélni igazából, mert nem tudod mozgatni az ajkadat. Hát amit tanácsként tudod bárkinek mondani, hogy fújj ki az orrod, mielőtt kimész. Mert ha bármi van az orrodban, fél perc alatt megfagy, és ha elkezdesz szipogni, akkor tűként szúr. Tehát, hogy ez nem egy vicces dolog, vagy hogyha mégis szerencséd, és mondjuk elkezd fújni az orrod, fél perc alatt ráfagy az arcodra, de nem tudsz kifújni az orrodra, akkor elő kéne menni egy zsebkendőt a zsebedből, de nem tudod elővenni, mert már kesztyű van rajtad, amit nem fogsz elővenni, mert utána lefagy a kezed. Úgyhogy igazából azt mondják, hogy ez már a mínusz 40, ez már ilyen száraz hideg. Tehát, hogy teljesen máshogy érzéked, mint ez a mínusz 8-10, ami kicsit ilyen nedvesebb, ilyen párásabb, tehát az már így nagyon-nagyon vág. Figyelj, munkába azért eljutnak a kanadaiak? Vagy azért így lehet közlekedni? Vagy ők ezt hogy oldják meg mondjuk egy magyar viszonylathoz képest, amikor mondjuk itt leesik az első hó mondjuk januárban? Hát amúgy ez elég felháborító, vagy nem tudom, én ezen nagyon meglepődtem, hogy igazából itt is van, mint Pesten, tehát tudják, hogy fog esni a hó, tudják, hogy jön a jég, le fog fagyni minden, de kb. Mint hogyha nem is tudnának róla is, mint hogyha ez ilyen hideg zuhanyként érni őket, hogy itt hideg van, és igazából esik a hó. Hát nekem, én egy negyed óra alatt itt eljutok az ilyen föld alatti világig, ahol már fűtenek, és el tudok jutni az irodába, gyalog még egy negyed óra alatt, de tükör jégen sétálok. Bocsánat, ez mi ez a föld alatti világ? Hát úgy képzeljétek el, hogy mondjuk az 5.-6. terület alatt, így a föld alatt, hát van egy ilyen bevásárló központ igazából, tehát tele van boltokkal, és össze van kötve minden. Tulajdonképp, hogyha én bemegyek a föld alá, ahol én beszoktam menni, utána én már csak a lifttal fel megyek az irodába, tehát ki se kell mennem. Ja, hát igen, hogyha valakinek szerencséje van, és mondjuk a lakás össze van kötve ezzel a rendszerrel, akkor konkrétan fel se kell venni a kabátot, ha tudja, hogy nem megy ki. Szóval, mint egy ilyen nagy bevásárlóközpont, amit ott beépítettek a föld alá, különböző folyosó rendszerekkel, hűtő-fűtőrendszerrel, de jó? Pontosan. Mondjuk bezárják éjjelre, tehát hogy nem, mondjuk így a hajléktalanok így nem tudnak bemenni, aludni, hogy nehogy megfagyjanak, de mondjuk szerintem már nincs is egy hajléktalan is se kint, mert szerintem mind megfagyott, ha volt. És azt mondod, hogy az utak takarításával ugyanúgy meggyűlik a bajuk, mint mondjuk a... Meg, teljesen. Nem tudom igazából, hogy milyen lenne, hogyha nem tisztítanák, de igazából szerintem mondjuk ők tudnak vezetni tükörjégen is. A gyakorlat. Hát ott azért ez hozzá lehet sokan azt hiszik. Igen, ott pont karácsonykor volt egy nagyon nagy vihar, te akkor ott voltál? Nem, hál' Istennek már nem voltam ott, nem voltam itt, de hát volt barátom, akinek egy hétig nem volt áram a lakásával, se fűtés, sem meleg víz, és mondjuk egy ilyen mínusz 20-30 fokban azért az nem vicces, pont karácsonykor. Hát itt fák hasadtak ketté, meg rádöltek a fák az autóra, nagyon durván nézett ki. De kemény, és mit mondanak, meddig tart ez? Hát nem tudom, de nem jól remélem, hogy már vége lesz, mert... De hát elvileg az a durva, hogy nálunk a január az nem is a leghidegebb hónap, hanem inkább a február. Nem tudom még milyen. De ott nyáron mi a helyzet? Mi egy csúcs nyári nap 18 fok? Vagy a nyár az jó? Nyáron 40 fok van. 70%-os páratartalommal. Nagyon jó. Jézus Mária. Kicsit szélsőségesnek tűnik. 40, ide, igen. 40, oda. Meddig maradsz kint? Meddig maradsz kint, Vera? Meddig ott élsz már? Te tervezel ott maradni, ott letelepedni? Aha. Hát egyelőre. Aztán majd ahova sodor az élet. De jó. Azért mentél mert itt nem volt lehetősége dolgozni? Vagy kaptál egy jó ajánlatot, és ezt kiszólított? Kaptam egy jó ajánlatot. Otthon is adott tanácsadóként dolgoztam. Uh-huh. Csak hát nyilván azért van. Hát ugyanannál a cégnél vagyok, csak itt kint. Aha. És egyedül? Egyébként? Vagy már a pároddal? Aha. Egyedül.
Ez milyen kemény, nem? Azért egy nőnek egy tök idegen országban, hogy egyedül új életet kezdeni. Jól van, Vera, vigyázz magadra, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hagyjunk pihenni. Jó? Aludjál. Oké, köszi. Ciao. Hello, hello. Azért a mínusz 40. Azért az erős. És akkor kimennék megnézni, hogy milyen, nem voltam még hát soha. Egy percig szerintem. Hogy milyen érzet? Tudom, amikor kimentem a mínusz 22-be, akkor is már teljesen más. Tehát ilyen száraz hideg. Egészen más. Tavaly januárban, amikor tényleg nagyon nagy hideg volt, vagy februárban. Mínusz 40-et nem éreztem még soha. Még az ünnepek előtt teszteltük ugye a Ferinek a high-tech kabát, egy mínusz 30. Na most abban már egy picit fáznám. Az mínusz 30-ig? Ja. Mínusz 30-os az enyém, abból kettőt magadra rántasz, akkor mínusz 60. Jó, de... Egy nagyobbat kell venni, és akkor... De ugye az arccal akkor se tudsz mit kezdeni. Azzal nem. Hogy fura, hogy ők is rosszul kezelik ezt, nem? Azt hittem azért ez mondjuk ott Kanadában azért ez flottabú, vagy leesik, eltakarítják. Hát azért, ha valakinek kell, hogy rutinja legyen mondjuk a hóesésben, meg a fagyban, azért az mondjuk Kanada. Ott nem lovagolnak, ami jávorszarvasokban. Jávorszarvas. Igen, az utakon azzal húzzák az autókat, igen. Valószínűleg ott inkább a jéggel van baj, azzal meg mínusz 40-en nem tudsz mit kezdeni. Igen. Na, van egy másik hallgatónk, ő Ohio-ban van, itt van Balázs. Hello Balázs, jó reggel! Jó reggelt, kívánom, sziasztok! Hello, Cleveland körzetéhez tartozol? Így van. Cleveland, Ohio. Hát mi a külvárosában vagyunk, így van, Strongsville, ez a külváros. Mit csináltok kint, Balázs? Hát ilyen lakásfelújításokat csinálunk, festés, remodeling, ilyen gipszkartonozás, minden, ami ilyen lakásokkal kapcsolatos. De mióta vagytok kint? Hú, hát bő 6 éve. 6 éve. És ez már a te céged, vagy te mint egy ilyen balvállalkozó kiadják a munkát, és akkor csinálod? Így van, mi ilyen alvállalkozók vagyunk. Van egy főnökünk, ő felvállalja a munkát, és akkor egy ilyen nemzetközi brigád, román, ukrán, mindenki van itt. És itthon nem volt munkád, vagy egyszerűen úgy érezted, hogy várad a part, hív a nagy folyó? Hali Ohio. De ez hív az Ohio. Nagyon sok munkám volt. Nagyon sok munkám volt, de hát egy idő után az embernek kell egy kis kihívás, aztán belevágtunk a lecsóba, aztán kijöttünk. Anyagilag egyébként jobban megéri, összehasonlítom, mondjuk itt, hogy össze se lehet hasonlítani, mi? Nem, abszolút nem. Még úgy meg is, az, hogy lakást bérelsz, meg eltartod magad, tehát úgyis jobban megéri? Hát itt nevetséges áron lehet lakást bérelni. Az élelmiszer az negyed annyiba kerül, úgyhogy... Mennyi egy lakásba, és a körülbelül, hogy tudjuk, hogy a magyar viszonyokhoz képest, itt mondjuk Budapesten tudja az ember, hogy mennyiért kap meg mondjuk 70 négyzetméter, de mondjuk ott Ohio-ban mennyi körülbelül? Hát mi most itt egy egész jó nevű környéken lakunk, egy ilyen kondominiumban, ilyen lakópark, $500 bérelünk egy kétszobás lakást, a rezsijat nem kell fizetni, ez benne van, $500, hát 90 ezer körül van. Aha. Hát az elég jó, és ugye többen osztoztok rajta, mondjuk ketten vagytok, az nem egy... Nem ketten egy... vagyunk rá. Hát durván naponta olyan $120-130 keresünk fejenként, úgyhogy ki lehet számolni, hogy mennyire éri meg. Mennyit kereste? 120-130 dollár. Tehát 5 nap alatt megkeresed, ha egyedül fizetnéd a lakást, 5 nap alatt megkeresed. Megvan a komplet lakbér. Magyarországon egy ekkora lakás, mondjuk 70 ezer körül van, egy jó. Igen, ha keresem mondjuk 150-et, akkor az a fél hónapot csak azért dolgozol, hogy ki tud fizetni. Kicsit más, igen. Na, és milyen idő van arra nálatok? Hú, most meg egész tudar, de péntekre már ígéri, hogy ilyen pluszok lesznek, és esni fog az eső. De itt Clevelandnek egy elég hülye éghajlata van. Van egy nagy tó, a Lake Erie, aminek egy saját mikroklímája van, és ő bevonza ezeket a rossz időt, jó időt. Egyik napra a másikra megváltozik az időjárás, de ilyen radikálisan. Most is ez történt, mert arról volt szó, hogy itt nem lesz hideg. Aztán egyik napra, mert garázsrajtót kellett volna festenünk hétfőn tulajdonképpen. Igen, pont ezt akartuk kérdezni, hogy ti nagyon sokat dolgoztok kint. Igen, és kérdezte a tulajdonos, hogy tudjuk-e csinálni. Néztem az időjárás előjelzést, 42 Fahrenheit lesz, mondom, simán. Hát aztán, amikor elindultunk reggel, akkor még esett a hó, nem volt hideg egyáltalán. És délután ilyen vadállatmódon megérkezett ez az állathideg, ilyen mínusz 5 Fahrenheit, az ilyen mínusz 20 körül van Celsiusba. Lecsapott ránk, nem hogy a garázsajtót nem tudunk csinálni, de gyakorlatilag semmit nem tudunk meg. És ők azért ezt flottul kezelik, hogy ügyesen takarítják az utakat, meg úgy megy minden, vagy ott is megy a bénázás? Itt olyan állatmódon sózzák az utakat, hogy én ilyet még nem is láttam. Tényleg? Volt egy fekete Hondánk, mikor ide kijöttünk, és az gyakorlatilag fehér a sótól egy napon belül. Iszonyat keményen néz ki minden, és meglepő módon mégse
száradnak ki a növények, semmi, de nem értem, hogy hogy csinálják. Varázsó. Igen, más jellegű só lehet ilyen környezetbarát. És egyébként az emberek így hogy reagálnak erre? Vagy gondolom, most minden erről szólott ki, nem? Az egész keleti parton azt hallott, hogy milyen idő van. Hogy fölöltöznek, mennek, csinálják, vagy van, aki ki sem megy, vagy mit tapasztaltok? Hát itt vicc, amit művelnek, tehát az kicsit túl van spilázva az egész. Uh-huh. Otthon azért én gyerekkoromban mínusz 21 fokok között dübörögtek keményen, és ugyanúgy jártunk iskolába. Itt bezárt az iskola két napra, mert hideg volt, tehát azért ez több embernek láttam, sok erdei van itt, és ki volt írva kommentbe ehhez az iskola bezáráshoz, hogy hát mi Erdélyben mínusz 30-nak örülünk, mert akkor legalább érezzük, hogy érünk. Igen, hát ott azért így hozzá szokott az ember. Igen, ezt lehetett, hogy tényleg bezártak az iskolák, senki nem megy sehova, ugye lezárták a repülőtereket, mondjuk az repülőtér az ebből a szempontból érthető. Igen. Ti kin is maradtok, gondolom, nem is nagyon terveztek hazajönni, nem? Hát nem igazán szeretnék. Most már azért kialakítottunk itt egy egzisztenciát. Uh-huh. Sokan keresnek minket. De jó. Majd külön céget csinálni. És így a külföldi munkavállalókhoz hogy állnak a tőzsgyökeres amerikaiak? A tőzsgyökeres amerikaiak nagyon szeretik a... Főleg az európaiakat. De jó, ezt hallani. Hát a mexikaiakat itt sem annyira. Aha. Hát tudják azért az amerikaiak, hogy jó munkaerő, tehát hogy ez, ő nem hülyék azért, ők nem saját maguk ellenségei, tehát azért ezzel ők abszolút tisztában vannak. Jó, a család is kim van már esetleg, vagy még nincsen családod? Na, hát most még nincsen egyenre, otthon nekem véget ért a kapcsolat, aztán így ez is pont jókor jött, hogy itt újra kezdeni mindent, indítani előre az egészet. Uh-huh. Na, de hát ha már ott születik majd a gyermeked, akkor ő már amerikai állampolgár lesz, ugye? Hát az biztos, így van. De jó, na, azért az király. Jól van, vigyázz magadra, jó munkát kívánunk nektek. Köszönöm szépen, nektek is. Balázs, nagyon köszi, ciao. Hello. Melyik mondod, 120-130 dollár naponta? Igen. Igen? Ezt gondold el. Nem? És úgy, hogy azt mondta, hogy az élelmiszer negyed annyiba kerül, illetve a bérleti költségben már a rezsi is benne van. Ami azért nagyon nagy könnyebbség. Benzin, az sem mindegy, hogy azért az annyiba kerül. Meg ilyenkor a fűtés. Igen. Nem rossz. Nem rossz. Na jó van. Oké, van egy-két közlekedés hírű még gyorsan. Itt nálunk minden évben ilyen hideg van, írja valaki. Tavaly mínusz 56 volt, de idén is volt már mínusz 47. Hol laksz ezt az egyik? Igen, de mínusz 56 azért... Arra. Igen, azért az kemény, a mínusz 56, az keménynek tűnik, igen. Martonvásár, hófúvás, mínusz 63 fok, de a hajam tart. Üdv, írja nekünk egy hallgató, igen. Az a cikk, hogy nekem most a 6 fokban is fizikai fájdalmaim vannak. Rohadtul fázom, és eleve rohadmányos, undorító idő van itt Budafokon. Igen, mert ez a nedves vacak az más azért. Más? Mondom, hogy ilyen száraz hidegnek érzed a mínusz 20 fölött, ez teljesen máshol, így nem megy be a kabát alá. 7:30 pontosan egy perccel Óven bácsival és Beru nénivel jövünk, erre lehet jelentkezni, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Na! Aj, az a hideg! De legalább felszakadt! Annyira rövid ez a szignál, meg kéne szoknom, hogy már ennyire... Gyorsan kezdünk. 3:48, lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek. A Csömöri út beállt, buszos Ati üzente nekünk, valamint Kadarkút és Hentse között kb. 60 méter a látótávolság, az nem sok. Bögi üzente. Itt Angliában olcsóbb a magyar pixelámi, mint otthon. Ezt Tisza küldte nekünk, nyilván ő is akkor hallgat minket. És Oroszországban mínusz 52 fok alatt rendeltek el iskolaszünetet. Az évi hőmérséklet ingadozás 90 fok is lehet, ott nem nagyon sírnak, írja egy hallgató nekünk. Amerikában semmi gáz, csak tesztelik a HARP antenna állomást. Na jó, ne dobáljatok magas labdákat, jó, még hosszú az év. Jó, hosszú az év, csak szeretném megjegyezni. Igen. Na, hogy újra megszólalt a kanadai védelmi miniszter, és szentelhetnék erre néhány percet, 8 óra után elmondanám, hogy mit mondott. De hogy, kiengedték? Többen felsírtak. Elfogyott a gyógyszer. Az a kanadai védelmi miniszter, aki felszólította a kanadai kormányt és az amerikai kormányt, hogy vallják végre be, hogy földön kívüliek járnak köztünk. Interjút adott, megszólalt, megnéztem ezt az interjút, 8 óra után elmondom, hogy mit mondott. De a hajadon főtt volt, vagy volt rajta a csörgősitka? Nem, annyi volt, hogy két ápoló állt bele. Két ápoló állt mellette, ki volt peckelve, a szája mutogatott, és feliratozták tulajdonképpen ennyi volt, és még állt mellette egy gondozónő egy kis gyógyszeradaggal, amit így megpróbált belenyomni a szájába. Nem, egy kanadai televízióba ment el, és interjút adott, hogy néznek ki a földön kívülek, mit tud erről az amerikai kormány, mit tudnak a kanadaiak erről, hogy és mind járnak közöttünk.
beszélnék róla néhány percet, ha nem bánjátok. Hát nem, kint meg tudjuk várni. És utána volt egy diagnózis szakértőtől? Utána felállították a diagnózist, és azonnal bezárták az öreget. Kedves nézőik, ez a terápia része. Leszedálták, azóta csak folyik a nyála, és több mint két hete egy csövön keresztül táplálják tápióka pudinggal. Na, mindegy, csak ennyit erről, hogy azért nevettek ezen, de aztán majd arcotokra fogy a mosoly. Így van, aztán majd sok nevetés után jön a sírás, ám. Jó, összeszarjátok magatokat, akkor jönnek, azt jól elvisznek benneteket. Fie, voltam most hátul a szerkesztőség, szóval ma is mész raftingolni. Miért raftingolni? Hát mert láttam azt a rohadt nagy táskát benn. Kivettem a, viszik el az automat. A bankból, az ütőkészletem. Jöttek most az automért, hát jöttek a bank. Hogy igen, jó, hát fizetni kell. Hát gyerekek, hát elmaradt egy-két részt. Most viszi a Raiffeisen a cuccát. Nem, elviszik az automat, és kivettem belőle a cuccomat. Ha ez ennyire érdekel, akkor szívesen megosztom az életem. De ezeket a táskákat soha nem értettem, láttad mekkora? De most ott laksz a kocsiban, azért van ez a táska. Gyerekek, azért nem értetek valamihez. Nem, szerencsére mindig van nálam elég magnézia, úgyhogy át tudtam mászni rajta. Ez egy tenisztáska. Ez egy tenisztáska. Ez egy baromi nagy, mert a tenisztáska egyik része például, hogy jeget tudsz beleönteni, és nem olvad el a jég, mert tehát ilyen hővédő van az a jég. Hát 5 fok van. De 5 fok van, hova a jég? Egy jó tenisztáska az olyan, hogy az egyik részében ugye 4 cipzár van, és az egyik részében úgy van meg, hogy ilyen hővédő alufóliában van kibérelve az egész. Oda beleöltöd a jeget nyáron, belerakod az üdítődet, és míg teniszezel, addig ott hidegen tartja neked az üdítőt. Na, jó. Ilyen a mászásban nincs semmi. Hát nincs. Csak ott ilyen prolimódon ott kapaszkodtunk. Prolimódon? Csak a fizélőket. Hát egy csüngünk, függünk. Lógtok, imbálodszok ide-oda érte. Csulok a pofákba, az izzadság, azt érted, semmi jól így. Fölötted a társad, lecsöpög, rácsöpög, nézem, Józsi másszál már, hova mész? Hát igen, nézem egy ilyen lelakott 40-esnek a seggét egész délután. A régi melegítő megszakadva kilátszik a sörből. Mi meg aztán jégkockát rakunk a táskánkba. Na, Laci, húzd már bele, vagy húzd már fel a gatyán, na, hogy nézel? Nem, itt több ütő van meneted, ez ezért ilyen nagy. Ezért minek ilyen több ütő? Egyen játszol egyszerre, vagy... Mindegyiknek más a húrozása. A többieknek nincs, igen, körbeadom, más a húrozása. Tehát, hogy máshogy játszol az egyik játékosra, máshogy játszol a másik játékos, és más a húrozás. És előveszed a gyors ütődet, a lassú ütődet. Támadó és védekező ütő? Így is mondhatjuk, Feri. De jó. Jéggel értem. Hát figyelj, Jani is mondhatjuk. Na, akartok még valamit tudni a táskámról? De hogy, de jön a labda feléd, és akkor ennek egy kemény húrozás volt, szóval igen, ha nagyon nagy ívben ütjek, hogy gyorsan lerohanok, kicserélem az ütemet, és még visszaérek. Ez nem olyan, mint a golf. Akkor, hogy más volt a keménység? De van mellettem mindig egy kis péntek, és akkor ő adogatja a kezembe az ütőket, persze. De azt hittem, hogy kell csütörtök a tenisznapot. Úgy értem, hogy péntek a rabszolga, így gondoltam. És akkor ő mindig adja. Látja, hogy mennyi fonát, nyeset vagy valami, és akkor kezembe adja az ütőt, meg csak megütöm, azt kiadom neki. Gazdám! Kis gazdám! Fonát, nyeset, nyissen alá! Igen. Van, amelyik ütőnek kisebb a feje, nagyobb a feje. Tehát, hogy... Aha. Azt most például hallottam. Na, mit hallottam? Hogy teniszszaki. De hogy Rozsé most egy nagyon fejű ütővel játszik. Már nem, ez egy fél éves sír volt, igen. De jókor dobtad. De jókor dobtad, mert ideillik, mint ütőméret, már visszaállt az eredeti ütőjére egyébként. De szóltak neki, hogy azért nem fel, hogy a félpályát betakarja vele, és hogy gyakorlatilag meg sem kell mozdulni, hogy visszapatna róla minden. Igen, visszaállt az eredeti ütőjére, csak mondom egyébként, hogy... Igen, halljuk. Andy Murray, Ivan Lendveled, Roger, Stefan Edberggel. És azt hiszem, a Djokovic most a Beckerrel készül. És te? Én Martina Navratilova. Aki igazából egy férfi. A legrondább férfivel a világon, Martina Navratilovával. Nem, csak hogy a nagyok most a nagyokkal készülnek. Ez ilyen ritkán van, egy nagy együttállás, hogy eszközben egy Becker Lendl, meg egy Edberg Lendl csata, ők nem nagyon kedvelték egymást, most voltak egy korosztály, de hogy a nagyok a legnagyobbakkal készülnek. Ezt értem. Csuklószorító, fejpánt, ilyenek is vannak. Persze, egy ugrótigris van a bal kezemen, és azzal törölgetem a homlokomat mindenféleképpen. Ilyen, illetve van egy kis fejpántom. Érdekes. Egyébként Ivan Lendlről tudom, hogy ki. Meg Andy Murray-ről is, de Kim Jong-il. Dennis Rodman nagy haverja most éppen jelen pillanatban. Dennis Rodman? Atya úristen. Dennis Rodman. Ennél nincs lejjebb. Akartam beszélni még egy kicsit erről az Aldiról, amiben kokain találtak a barány között. Egy mondatot.
miután a táskámat hát a 8 percben kitárgyaltuk. Ma egyébként a Lidlbe akartam menni, de, de most mindegy a Glória telepre az Aldiba. Sajnos nem Magyarországon történt, több mint 140 kg kokain találtak egy berlini szupermarket munkatársai a banános dobozban. Tehát ott a dílerek azért valamit nem jól írtak az útnyilvántartásban, nem? Állítólag ugye megérkezett a banán valahol, amit a Mexikóból, vagy nem tudom honnan, és kipakolták Hamburgban. Berakták a kokaint a banánhoz, leszállították az Aldiba, és kirakták a pultra. Illetve a felét még a raktárban találták meg. Vagy Mexikó, vagy Kolumbiából jött a szállítmány. A pultig kikerült a kis doboz? Egy kicsi kikerült, a nagy részét azt a raktárban találták meg, igen. Hát rossz, valószínűleg rossz címzés. Érted? Nyahok kapó nehet a Aldi. Kolumbiából jött a banán a hamburgi kikötőbe. És onnan ment a berlini nagybanira. És azért az meg vagy, hogy beállsz egy kiló banánnal? És akkor a pénztáros kérdezi, hogy Araka, mennyi? Milyen? Mi ez? Mennyi a liszt? Mennyi ez? Mennyi küsök a lisztre, mert nincs földcímkéze. És hazaviszél egy kiló kokain? Igen. És abból megcsinálsz egy palacsintát, azért ott boldog a család, nem? Nem? Honnan jött ez? Mi ott áll? Tiszta por, lefújom róla. Nem áll rám! Hol az anyád? De bekanosodtam, Gizi! Jött le, flöttyem. Na, de hogy azért ez hogy? Tehát az ennyire egyértelmű, hogy a berlini kikötőbe indul a koka, érkezik a kokain? Tehát ez egy ilyen, vagy a hamburgi kikötőben? Berlin már ritkában van kikötő. Tehát légi kikötő. Csak így pakolják, hogy kokainos láda balra, banános láda megy az Aldiba, meg a Lidlbe, ezt akkor visszük ide, visszük oda, és ott hirtelen ezt valaki összecseréli? Vagy a futár, vagy banánok közé rejtették, és a hamburgi kikötőbe pakolták át, ezt ott úgy hirtelen pakolják, hogy a hamburgi kikötőben nyilván sok minden érkezik. Tehát azért ez elég furcsa, hogy 140 kg kokain megérkezik az Aldiba, nem? Hát régebben mindig a Liechtensteini kikötőbe érkeztek a hajók, de azóta, amiatt a forrulatot... Hogy azért ez mennyire durva? Hogy szúrták ki? Ezt ott észreveszi, ez csak valaki, hogy itt van egy láda fel nem címkézett valami 140 kilónyi valami? Valószínűleg a banán között volt, és amikor pakolták ki, ők már csak akkor vették észre, tehát a hamburgi kikötőn ez simán átment. Simán átjött. Senki meg nem nézte. Igen, mert ezt ugye már az Aldiban vették észre. Hát most korábban már voltak olyanok is, amikor emlékeztek rá, ilyen banánpókok jöttek át. Tehát, hogy itt küldözgetnek ezzel mindenki mindent. De nekem nincs meg ez a banánpókos sztori. Mert... Tényleg nincs meg. Ez mi ez a banánpók? Hogy ilyen fűrbanánokkal... Mérges pókok voltak a banánok között. De ilyen irgalmatlan nagyok. Na most lehet, hogy a hangának küldték a banán. Hát nem, az állatkertben majmoknak a banánt, a valami hangának a pókot. Kolumbiai állatkert szóvívő félték. Igen. Egy a hangára, és megpróbálta kinyírni. De most ott vagy azért dolgozóként, hát azért a kis eszed van valamennyi, csak lecsippent. Ez nem maga, nem fogmosás szempontjából, tehát nem így, hanem hogy tovább értékesíted, nem? Hát de hogy kinek adod el? Mi az, hogy kinek? Hát a dealernek. Azt mondtuk, az ára az 6 millió euró. 6 millió euró szállítmány fedezett föl ott valaki a szupermarketnek a raktárában. Mondjuk most hirtelen én is megszorulnék, ha valakit föl kéne hívni, hogy hát 6 meg... milliónyi eurói. De nem, de figyeljetek, én továbbra sem értem azt, hogy hogy azonosítod. Kapásból 10 nevet tudnék mondani azért Magyarországról, akinek nagyon hát örülne, és az szétszórná Pest éjszakában. De hogy azonosítod be, érted, ott vagy bent raktárban, oké, ott van a banán, meg kezdve kerülnek kis csomagok, és akkor izén nézni, hogy de ezt akkor meg hova pakoljon ki a cukrok mellé, vagy a, hogy hívják, vagy mi a fene lehet ebben, biztos izé, érted, vagy hintőport, tehát hogy ez hova? És kézzel, hogy a kipakolja tényleg. Hát ez még fél sincs. Azt mondom, hogy elkezdi fölcímkézni. Nézd meg, gluténmentes tisztot. Kis fruktóz. És elkezdi felpakolni. Elképesztő. Azért a futárok se a régiek, nem? Tehát kicsit ott a logisztika azért az ott összekeveredett Kolumbiában. De hihetetlen egyébként, hogy hova fajult már tényleg a verseny a hipermarketek között, nem? Hogy már mindenki mindent bedob. Hogy mit meg nem teszel azért, hogy hozzád menjenek. Egy kiló banán, fél kiló kokain. Mindez 4 euróért. Igen. És mennyi jöhet át, ha ennyi bukott meg? Azt írja valaki, hogy szenzációs hír. Tegnap a Lidlben látták vásárolni a Aldi meolát. Teljesen jó. Gyerekek, ez a világ se a régi. Már komolyan mondom, ha a Lidlben vásárol Aldi meolát. A kutyafáját. Értek. Hát ment az anyagra. Ja nem, a Lidlben ment. Hát azt hitte, hogy ott is van valami. Igen. Majdi küldte nekünk. Ja, Istenem. Na jó van. Oké. Okay. Játszunk egy Óven bácsi Beru nénit. Jó, már is itt van a játékos. Morning Show, Dal Premier.
Ez is lesz. Ezt akartam, hogy ezt tettem. Nagyon jó. Hát legyen egy jó kis dalpremiér. Itt van már a játékosunk? Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Szia, hello. Jó reggel! Jelen pillanatban úgy érzem, hogy mi is kaptunk a szállítmányból, nem? Igen. Tehát, hogy úgy kicsit úgy vagyunk ezzel a szerdával, hogy... vannak, még nem ismerem a nevüket. Igen, na, nagyon fura. Kicsit mi is vásároltunk a banánból. Há, igen, már kényszer hallgatlak titeket. Mióta, Tamás, hogy mit mondtál? Egy 2 perce már hallgatlak titeket itt élőben. És hogy már be voltál adva, így van, itt voltál már. Persze. És mit szólsz az Aldi alvilági kapcsolatához? <Tudj, Isten. gül> Hát erről nincs véleményem. Nem adhatok véleményt erről. Nem adhatsz? Nem. Mivel foglalkozott, Tamás? Én közszférában dolgozok, amúgy katona vagyok. Na. No. Szerződéses? Nem, hivatásos. Még nem írták alá. Hivatásos katona. Uh-huh. Azt tudtátok, hogy Magyarországon vannak banán érlelő nem házikók. Én azóta tudom, amióta megkérdeztem, hogy miből él az új ember, akinek ekkora háza van ott a környékünkön, és akkor mondták, hogy ő egy banán érlelő. Itt érlelik a banán, megérkezik a banán zölden, aha, és lefújják valamivel, és itt gyors érlelő, ez etilén gáza, vagy nem tudom, mivel lefújják. Az. Ezt Magyarországon csinálják, banán érlelés. Majd megmutatom, egyébként zöld le. Megmutatom majd a Google Earth-en a házát felülről, azt fogjátok hinni, hogy az a telek, de nem az a tető. Tényleg? Ilyen jól meg lehet élni banán érlelésből, komolyan? Oké, Tamás, szokott menni, Óven bácsi, Beru néni, ki szoktad találni, hogy mit érdekelnek? Nagy ritkán, igen. Jó. Nagy ritkán, igen. Oké, mutatjuk akkor, hogy mit csinálnak, jó? Oké. Ó, hát kint vannak. Jó. Wisconsinban. Igen, vagy Torontóban valahol. Az Ohio partján, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj, Tamás. Jó. Ó, hát ez... Minél inkább havazik, ha már inkább fúj a hó. Igen, csak hogy mondj valami előadót, vagy igen, valami szépet, vagy egy dalszerzőt, vagy címet. Egy címet. Tehát minél inkább havazik, annál inkább hull a hó. Ez idézett a dalból. Ez idézett magából a dalból. De ki énekelte, vagy mi ez? Vagy... De ki fázik? Juhász. Nem, Juhász nem fázik. Nem. Juhásznak van nagy kabátja. A Juhász rájár a pondára. Nagy bundája van. Aha. Van gyereked, Tamás? Van. Mennyi idős? 6 éves. Sokat 6 éves. Sokat énekeltek neki. Jártatok Halász Judit koncertre? Halász Judit. Igen. Nem voltunk. Igaza van. Ő szokott járni egyébként. Voltatok már Illés koncerten? Így van, Illés. Illés. Ők egyébként el szoktak menni a saját koncertjeikre. De nem énekelted ezt a gyermeknek, amikor lépkedtetek a hóban, és akkor van egy helyes kis állatfigura, és akkor ő az, aki elindul valakit meglátogatni, nincs otthon senki, visszamegy, és közben zabál. Túlsúlyos, rohadt nagy segge van. Beszorul egy disznó barátja. Igen, és van egy depressziós barátja. Nem. Tudjuk. Ilyenről nem énekeltem. Mi a kedvenc meséje a gyereknek? Hát ez az újfajta, ez a Monster High. Nagyon szereti. Monster High. Ismerem. Hát akkor azt megmutatjuk az eredetét. Hát ez igen. Figyelj, ez lett volna. Hát ez a... Ugye ez még a legeredeti, ugye Konzsuzsa, de hát aztán Halász Judit, Konzsuzsa, Mici Mackó. Konzsuzsa, hát a Mici Mackó, ezt vártuk tőle. Ó, tényleg. Tudod, hogy ki ő? Ismered? Mici Mackót? Igen. Ismerem. Hát most már így igen, de ez a hulló és hódik, ez beugrott, csak ez a Mici Mackó, nem? Igen, hát a Mici Mackó fázik, zigzik, hát így folytatódik a dal, hát ez azért elég sokan ismerik. Na, hát jól van, akkor köszönöm szépen azért a lehetőséget. Mi is köszönjük a játékot. Oké. Csáó, hello. Gyerekek. Gyerekek. Koncsuzsa. Azt itt nincs ember, aki ezt nem ismeri. Mit? De látod. Mici Mackót? Igen. Nem Koncsuzsát. De nem, hát legalább egyszer elcipeled a gyerekedet egy Halász Judit koncertre, nem? Voltatok? Voltunk egyszer, mert volt ott egy, hogy hívják, egy ilyen izé, bólapiac, és akkor pont mellett volt. Ha már ott vagy, akkor bementél. Ne, áthallatszod. De ezt mindenki ismeri. Igen. És a Koncsuzsa és MTV-a ugye nincsenek ők annyira jobban most, nem? Most nem, valami ilyen. Igen, azért nincsenek jobban, mert kitették Koncsuzsa képét az új M3-as csatorna a Retro csatorna plakátján kint van a plakát, igen. És nem kérdezték meg. Mert hogy 67-ben a Táncdal Fesztiválon úgyis föllépett, nem? Hát akkor kapott van a gázsit, az legyen elég. De már eltávolították a plakátokat. Most leszették. Leszettek köztév, igen.
Na jól van, kanadai védelmi miniszter, néhány mondat, jó? Persze, majd a hírek után, mindenképpen. Egyetünk kezdesz, mi kint vagyunk, iszunk egy kávét. Jelzek, hogy mikor van vége, akkor visszajöttek. Ja. Érdekes egyébként, hogy mit mondott, illetve volt két egészen konkrét UFO észlelés. Aha. Erről néhány mondatot csak. Ez már egy tudományos szaklapban jelent meg, már olyan értelemben, ami az albetegséggel, illetve ahogy hívjákokkal mindenféle szervét torzulásokkal foglalkozik, aminek következtében ő nyilatkozgat mostanában. Jó, értem a humort is szeretem is, de nem fogtok annyira mosolyogni, majd elmondja, hogy hányféle lény közlekedik itt közöttünk, jó? Nyilatkozott a kanadai védelmi miniszter, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt. Egy perc van 8 óra, itt vagyunk a hírek után. 8 óra, most pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Hello Feri! Hello! Hello! Hallgatóink, itt vagyunk, zajlik a fotópályázat, így fáztok ti, ugye morningshow.hu. Ha valaki csak akar kis jókedvet magának nevetni párat, akkor nem is kell benevezni. Ugye keresünk az ország legrondább fenyőfáját, ahol még áll a fa, kicsit kornyadozik, kicsit lehetétek már róla a szaloncukrot, és hát olyan állapotban van, amit senki nem kíván magának. Ha valaki nem nevez, akkor is menjen föl nyugodtan a morningshow.hu-ra, rettenetesen szórakoztató pályaművek vannak. Tehát van néhány olyan lehetetlen fotó, ami remélhetőleg nem az internetről került át hozzánk, hanem tényleg áll valakinek a lakásában, már mint a fa, hogy az döbbenet. Tehát, hogy ez ilyenkor mindig azon gondolkodik az ember, hogy náluk milyen lehet a szenteste. Ha olyan a fenyőfa, hihetetlen. Ha valakinek még áll a fája és szeretne benevezni, megteheti morningshow.hu fotópályázat feltöltés, nagyon egyszerű, egy darab fotót kell feltölteni, aki a legtöbb lájkot kapja, akire a legtöbben szavaznak, nyer majd egy felturbozott, dedikált Morning Show-s, Klassz FM-es ajándékcsomagot. Szépek a fák, nem? Na, tehát az azt, hogy egyet-kettőt azért ott, amikor körbeülhetett a családot, nagy buli lehetett. Mutatósak. Igen, ez a fotópályázat egészen sokáig tart, úgyhogy van még idő, ahol áll a fa, bele lehet nyúlni, lebontás előtt le lehet fotózni, föl lehet díszíteni máshogy, tehát bármi megengedett, egy a lényeg, hogy ne internetről leszedett már kicsit lefutatott vagy lejárt fotók legyenek, hanem tényleg egyedi fákról készüljenek fényképek. Elnézve egyébként így a fotókat, tényleg azt mondhatjuk, hogy bárhonnan, vagy bármelyik lakás, amiből eltűnnek ezek a fák, az szebbé válik. Igen. Na, egy-két közlekedési hír gyorsan. Budapest Kossuth Lajos utca belső sávban IKEA polcok különböző színekben. Ott valaki pakol, vagy fölborult valami? Nem tudom. Nem rögzítették meg kiállósítás. Valószínű, igen. Az M3-ason a 46-os kilométernél Budapest felé egy kutyus kóborol az út mellett. Ezt Böbe küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint az M7-es 143-as kilométerénél ebben a pillanatban fotóztak le. Remélem csak én jártam így. Vigyázzatok, nehéz őket észrevenni. Kadarkút és Hencse között kb. 60 méteres a látótávolság, ezt Bögi üzente, és a Csömöri út beállt, ez pedig buszos Ati. Aztán ugye itt még jönnek az SMS-ek arra, hogy mit találtak az Aldiban, ugye a kokain. Igen, a Lidlben vásárolt Aldi Meola, igen, és hát a Lidlben látták Gáspár Lacit is, és Jámbor Jack küldte nekünk. Tudjuk-e, mit csinált Gáspár Laci a Lidlben. De egyébként hangsúlyozok, nem egy magyarországi áruházban történt. Nem. Többen elindultak ugyanis. Vagy legyenek ők is boldogházi asszonyok. Nem, ez nem Magyarországon történt, ez Németországon történt. Ugye hát a hamburgi kikötőből rossz helyen landolt a banán. Na, 9 óra után vendégeink lesznek. Érkezik hozzánk Novák András, aki egykoron ugye a Focus riportere is volt, és hozza magával Horváth Krisztiánt, aki Peruban ült drogfutárként. Egy 27 éves srácról van szó, aki ugye Peruban kaptak el. És jönnek hozzánk, nemrég szabadult ki, hívott András, hogy bejönnének. Mondtam, hogy oké, természetesen örülünk neki. Most érkeztek meg pár napja Magyarországra, úgyhogy velük beszélgetünk majd 9 óra után. Pár hónappal ezelőtt beszéltünk ezekről a szerencsétlen áldozatokról, mert hogy kiderült egyébként a beszélgetésben, mi is kicsit szkeptikusak voltunk, de aztán a beszélgetésben meg az interjúban kiderült, hogy ezek az emberek, ezek a magyar emberek sokkal inkább áldozatok, mert hogy kihasználták őket, bebuktatták őket, és eszközként használták őket. Igen, ő mondjuk tudta. Tehát az ő története nagyon kemény, ő tudta, neki hiányzott 300 000 forint ahhoz, hogy a szülei meg tudjanak vásárolni egy önkormányzati lakást. És azt nem tudta, hogy csali lesz nyilván. Aha. Neki csak annyi volt a feladata, hogy átvigye. Uh-huh. És ezért megkapta volna ezt a pénzt, amivel tudta volna segíteni a szüleit. És nyilván úgy, ahogy az lenni szokott, őt földobták, ő volt a csali, miközben egy nagyobb szállítmány valahol két kapuval arré pedig nyugodtan átment. És hát így került ő a perui börtönbe. Úgyhogy érdekes a történet, hogy kb. 6 év, 8 hónapot kapnak ezek. Ha beismered, ugye, ha nem ismered be, 25. Aha. Tehát, hogy készítények eljállítanak.
Hát és ismerd be, fele annyi nem ismered be, akkor 20 évig megúszni nem tudod. Megúszni nem tudod, igen. És aztán ő is el fogja nyilván majd mondani azt, amit korábban is már mi is pedzegettünk, hogy ez egy kőkemény világ, ha nincsen pénzed, nincsen semmit, nincsenek jogaid, csak kötelességeid, és hogy gyakorlatilag napról napra meg kell harcolnod a helyért, még azért a helyért is, ahova lefeküdhetsz, leülhetsz. Igen, nagyon, ez nem nagyon egy ágy, kemény világ. Csak a sima padló. Igen, na hát erről beszélgetünk majd 9 óra után. Egyébként még a dologban annyi az érdekes, vagy hát a nagyon kemény, hogy neki aznap született meg a lánya itthon, amikor kint elkapták droggal, aznap pont. És x év után ő kamerák előtt találkozott először a lányával. Persze most nyilván mindenki elsőre azt mondja, nem kell az ilyet sajnálni, megérdemli, tudta, mit csinál. De akkor is figyelemfelhívásként, elriasztásként, hogy milyen életutak, milyen élettörténetek vannak, azért szerintem erről érdemes bizony beszélni. Meg azokra az emberekre is gondoljunk tényleg, akikre én is utaltam, hogy sokan nem tudnak róla. Ténylegesen becsempésznek a holmiai közé, a táskájukba kábítószert azért, hogy utána a statisztikák javítása céljából lekapcsolják őket a másik oldalon. Plusz vagy elterelik a figyelmet. A figyelem elterelés, hogy nem. Milyen észörű, hogy olyan helyzetbe kerülsz, hogy csak akkor kapod vissza például az útlevelet. Tehát azt mondják, hogy ha ezt átviszed, akkor mehetsz. Ha nem viszed, akkor nincs útlevél, nem mehetsz sehova. Tehát, hogy nagyon komoly ilyen patthelyzetbe tudsz kerülni. Nyilván benne van ott a saját hibád is, amit ugye nem vettél számításba, de egy csomószor az van, hogy egyébként nem tudsz másképp kimenekülni, csak úgy, hogy megpróbálod a drogot kihozni. Igen, és ebben ugye az érdekes, hogy valamikor a rendőr úgy állott, hogy neki már ott van a fotó. Igen. Tudják, hogy jössz. Hogy mennyire szervezetten működik. Hogy te azt hiszed, hogy simán átsétálsz, de a rendőr már ugye várja, nyilván vagy lefizetik, vagy elmondták neki, vagy ő csak megkapott egy fényképet, hogy keresd őt, mert ő a futár. Aha. És Krisztiánt is így kapták el, hogy ott ment, és nem értett, hogy a rendőr kezébe már miért van az ő fényképe. Kiszedték a sorból, mindenki vele foglalkozott, közben való átment 300 kiló, ő pedig ment a perui börtönbe drogfutárkodásért. Na, úgyhogy ők lesznek a vendégeink. Valami Novák András, ugye a riporter, aki hazahozta, és itt forgatott vele. Na, ez majd 9 óra után lesz. Kanadai védelmi miniszterről akarunk egy kettő pillanatot? Persze, megyünk. Ja, nem a védelmi miniszter, a kávéra mondom. Jó, persze, menjünk fel. Gyerekek, egy kanadai védelmi miniszter. Hát most azt gondoljuk egyből, hogy ő hülye? Nem. Tehát azért az megdöbbentő, hogy ő egykoron milyen státuszban volt egy védelmi miniszter, hát azért nem bíznak meg bárkit azzal, hogy védelmi miniszter. Félregyépelték a nevét. hirtelen kinevezték. Hát akkor még nem volt vele semmi gond, aztán kicsit később gondolom így. Valami történt vele, valamit belélegzett. Tehát aki földön kívül jelekülről beszél, az egyből hülye? Nem, szerintem. Vagy nem az volt régen. Egyből nem. Egyből nem mindannyian tiszta lappal indulunk az úszíni előtt, szokták mondani. Igen. Az is, aki hisz benne? Vagy az még jó? Higgyél, de ne beszélj? Vagy ha már beszélsz róla, ha már hirdeted, hogy szerinted vannak, akkor már téged is megbélyegeznek? Tehát én most egy kalap alá kerülök a kanadai védelmi miniszterre? Nem, én mondom, hogy körülbelül 80 fa él Magyarországon. Aha. Ezt ő mondja. De te elhiszed. Nem. Miért, te mit mondasz, 60? A Pataki szerint 100, szerintem csak 60. A kanadai védelmi miniszter szerint meg 80 különböző idegen faj él már közöttünk. Na. Ugye ő az ember, hát valaki nem ismeri a történetét, aki felszólalt a kanadai parlamentben, és elmondta, hogy az amerikaiak... Hát az aulában, ugye, és aztán kivezették. Ne, csak mondom, igen, hogy ez egy ülésen szólalt föl, amikor ő azt hiszem, hogy hivatalban volt, vagy már lemondott utána, tök mindegy, de felszólította mind a kanadai, mind az amerikai kormányt arra, hogy hozzák nyilvánosságra azokat a bizonyítékokat, amik ugye ott lapulnak bizonyos fiókokban, amit már mindenki tud. Az amerikai, az a baj, hogy két így rám néző emberre nem tudok rendesen beszélni. Szinte látom magam előtt a fiókokat. Ez a kis finom, cinikus ilyen kis mondja te bolond. Nézd a hülyét, hogy beszél. Így nem tudom ezt rendesen elmondani. Tehát ő felszólalt, és akkor volt egy ilyen félórás nagy speech-e ugye a kanadai parlamentben. A többiek addig megebédelte. Igen, nagy vihar is kavarta beszéd. Egyedül volt benn. Nagy vihar kavarta beszéd, sokan biztatták arra, hogy milyen jó, hogy ilyen őszintén elmondta, hogy most már az amerikaiak is álljanak elő a bizonyítékokkal, hogy bizony léteznek, és itt vannak közöttünk. Na most ő újra megszólalt. De jó. De már ő nincs hivatalban, tehát egykori ex-védelmi miniszter. Most már ő nem leszázalékolták, hát eltűnték, elüldözték. Elég komoly presztízsveszteség lenne, azt gondolom. Ez volt az utolsó, megszólalása. Gondolod, ami kanadai védelmi miniszter, ott van az ő kezében a kis kulcsacska, meg a kis gombocska, nem? Hogy azért ott mik történhetnek. Na,
Ő azt mondta most, egyébként egy orosz újságnak nyilatkozott, ahol meglehetősen őszintén elmondta, hogy hány faj él itt közöttünk. De ez, bocs, ez a moszkvai UFO baráti köre? Ez a lap neve, vagy mi? Nem, ez egy orosz napilap. Aha. Tehát ez egy nívós napilap. Hát attól egy napi meg orosz, ahogy nem biztos, mented, hogy nívós, de... Fie, nem érzed, de, ahogy mented a helyzetet? Igen. Ugyan, na fél, te figyelünk. Igen. Jó. Egy nívós? Kezeljük azért fenntartással a dolgokat, de érdekes, amit mond. Tehát egy nívós orosz napilapnak nyilatkozott. És azt mondta, hogy körülbelül 80 különböző idegen faj él közöttünk. Tehát a körülbelül alatt azt érti, hogy lehet 78-82 is, próbálok meg komolyan hozzáállni a témát. Igen. Csak mondom, hogy ő döntéshozó volt, tehát hogy azért ezt nem szabad. Nagy a baj, igen. De elég nagy a baj. Elmondta, hogy évezredek óta figyelnek minket, évezredek óta itt közlekednek közöttünk. És 80 idegen faj az, ami megtalálható jelen pillanatban. És sokkal fejlettebbek, mint mi vagyunk, és olyan technológiával rendelkeznek, amihez képest még nekünk a tűz, meg amit tudom én, a szeletelt kenyér, meg ezek abszolút bóvlinak tűnnek. De nem osztják meg velünk, mert azt figyelik, hogy mi hogy bánunk a saját bolygókkal. Ez érdekes. Hallott felé osztjákok. Osztják? Tudtam, hogy a szomszédban is van egy csomó. Valami ilyes. Itt vannak a szomszédban. Azzal egyébként, hogy fejlettebbek nálunk olyan túlságosan sokat, nem mond, hát nyilván közlekedniük kell a különböző galaxisok között, mert hogy kerültek volna ide egyébként. Attól azok, akik, ugye? Na most ők emberi testben élnek, és ez már egy nagyon komoly kérdés, érted? Azt mondja, hogy 4 fajjal ismerkedett meg közelebbről, amikor ő neki hozzáférése volt olyan aktákhoz, meg olyan jelszavak, meg hozzáférések birtokában volt, ami most már nincs. Ebből 2-vel egy tájföldi nyaralás során. Nem arra számított, amit talált. Ebből gondolta, hogy idegenek. Igen, az Ádám csutkájára már csak a kukija volt nagyobb, persze. És hogy 4 faj pontosan ugyanúgy néz ki, mint mi emberek. Tehát, hogy felvették a mi... színünket, aha, meg testméretünket, és hogyha jön veled szembe az utcán, akkor nem ismered meg. Ezt mondja a kanadai védelmi miniszter, aki újra interjút adott. Aha. Tehát elviekben mi is találkozhatunk már velük, tehát bármelyik, mint a klasznyár során. Hát szerintem Szecsődi Karcsi egy UFO, ebben egészen biztos vagyok. Tehát szerintem egy nagy alakváltó. Ez egyébként igaz. Gyerekek, így változtam ide-oda. Ő egy misztik. Ő egy nagy misztik, igen. És azt mondja, hogy egyébként jó szándékkal jönnek, csak nézik a rombolást, meg nézik azt, hogy mi mit csinálunk a saját földünkkel, és hogy nem vagyunk még arra érettek egyébként, hogy átadják azt a magasabb fajta intelligenciát, ami mind ugye a közlekedésben, a gyógyításban, a különböző mentális dolgokban, tehát egész egyszerűen nem vagyunk még készen. Háborúzunk egymásra, öljük egymást, megöljük a saját állatainkat, szennyezzük a vizeinket, pusztítjuk a bolygónkat, nagy erőket, tehát viszonylagosan primitív fajnak gondolnak minket azok, akik itt vannak. Aha. És nézik, figyelnek, de nem akarnak ebbe beleavatkozni. Tehát nekik ez nem pálya. Ezt nem. A védelmi miniszter honnan tudja, ezt így megdumáltak egy kávé mellett? Há, persze. Vagy? Szerintem mohácsinó volt, vagy frappé. Vagy igen, hát Kanada akkor juharszirupos palacsint. Juharszirupos palacsint, hát ettek valamelyik gyors étterem. Nem tudom, hogy ő ezt honnan szedi, de hát... Tehát akkor ő megbolondult? Nem feltétlenül. Nem, de hogy is. Hát egyszer órák beszélgetettek Katica Bogárral. Na azt mondja egyébként, hogy az univerzumot hasonlóképpen kell el képzelni, hogy itt szövetségekbe tömörülnek, gyarmatosítanak, mennek egyik galaxisból a másikba. Tehát ahogy mi bolygónkon belül törekedünk arra, hogy leigázzunk bizonyos népcsoportokat, fajokat, országokat, úgy, ezt egy kicsit nagyobb horizonton átgondolva, ugyanezt történik a világegyetemben. De hát nem igáznak le, csak velünk élnek. Nem, csak megfigyelnek, és látják, hogy mi nem vagyunk abszolút veszélyesek, hiszen önön határaink vesznek körül, tehát nem tudunk máshova mondjuk átrepülni, nem vagyunk túlságosan veszélyesek. Az, hogy mi most itt szépen elpusztítgatjuk magunkat, az nem érdekes. És ilyen turista utakat szerveznek mondjuk a földre, tehát hogy van ilyen last minute föld, meg ilyenek? Last minute Egyiptom, Sharm el-Sheikh, Hurghadai, hol akarsz éppen megszállni. Meg fogtad olyan, itt én látom, de hogy próbálok meg így. Azok az emberek, akik ilyesmiről beszélnek, azok valamilyen szinten kapcsolatban vannak egymással. Tehát, hogy az például elképzelhető, mondjuk, hogy a kanadai védelminiszterrel mondjuk Attila összefutott már valahol valamelyik. Jó, hogy Pataki Attila és a kanadai védelminiszter együtt rabolták el egy közös teherbejtésre. Tehát olyan lehet, hogy ők egymással is tudnak? Simán lehet.
De hogy találkoznak az űrhajón, és balra fekszik a kanadai védelmi miniszter, jobbra fekszik Szecsődi Karcsi középen meg a patak. Micsoda szemvicsak. Mindenki rohadt mesztelen, és mindenki beleültetnek valamit. Én nem azt mondom, hogy ez így van. Azt sem mondom, hogy nem biztos, hogy nem bolondult meg az öreg. De minden esetre azért egy egykori védelmi miniszter, aki hozzáfér bizonyos aktákhoz, lát, kap különböző jelentéseket, azért ez mindenféleképpen érdekes. Nem? Igen. Még neki vége. Tehát rá már mindig csak úgy néz ott a bolond. Tehát aki erről beszél, az... Van nyugdíja egy ilyen kanadai végre? Ezek után nincs felé. De nem lehet, hogy ezzel haknizik, érted? Pénzt kér az interjúért. Simán lehet. Én megmondom őszintén, erre gyanakszom. Hogy? Hát, hogy így előadásokat tud tartani, és akkor így kicsit jobban odafigyelnek rá. Ha esetleg ír egy könyvet, akkor azt így... Gorbacsov nagyon jól él abból, hogy előadásokat tart. Na most neki ilyen élményei nincsenek a kanadai védelminiszternek, mint Gorbinak. Ja. Hát akkor... Egyszer elmegyről nem tud írni, mint Toncsi. Jó, akkor kérdezek... Igen. Megy a Toncsi könyve egyébként, mindegy is. Hát biztos. Igen, az Uzsdában. A pilóta az okos ember? Hát szerintem... Úgy szerintem a vitorlázó repülőpilóták nem annyira okosak, mint mondjuk a, az egy Airbus, mint a A320-as pilótája, 10.000 magasan, ő okos ember? Igen, szerintem okos ember. Na, a napokban kijött egy jelentés, ez egyébként tavaly történt, a kapitány beszámolója arról, hogy ő mit látott tavaly. Azért egy év, mert egy évig tartott a vizsgálat egyébként. Uh-huh. És ez a vizsgálat arról szól, hogy a baloldali szélvédőn keresztül egy ilyen... Tényleg? Mész 10.000-re, és egyszer csak bekopogtatnak, hogy lemossam az ablakot, egy kicsi apró ilyen. Én végig a jobb oldali szélvédőre tenakodtam, de most, hogy kiderül, hogy a bal oldali szélvéd, mindig a bal oldallal van a gond. Istenem, ez a fajta sötétség, és ez a fajta hihetetlen erős, merev szögletesség lesz a vesztetek, komolyan. Szóval a bal oldali szélvédő. Ő egyébként a londoni Heathrow repülőtérétől volt 32 kilométerre nyugatra. És a jelentésből kiderült, hogy a kapitány beszámolója szerint este 6 óra 35 perckor nappali fénynél a baloldali szélvédőn keresztül látott egy szivar, vagy rögbi alakú, nagyon gyorsan mozgó tárgyat, ami ezüstösen csillogott, fémből készült, nagyon gyorsan közeledett, a pilóta felkészült az ütközésre. És azt hitte, hogy az általa vezetett utasszállítóba ez be fog csapódni. Nem történt meg a dolog, arra se volt ideje, hogy értesítse az első tisztet a jelentés szerint, csak elhajolt. Pedig ő nem volt messze. Igen, ő nem volt messze. Jobbra hajolt. A tárgy pedig néhány méterrel a repülő fölött elhaladt. És ellenőrizték a repülő műszereit, kapcsolatba lépett légirányítókkal, jelentse az esetet. Senki nem látott semmit. Milyen érdekes, hogy megint csak egy ember. És az első tiszt örült, mikor a kapitány áthajolt az ölébe. Igen. Arról van valami információ, hogy hol vásárolja az első tisztelt a kapitány a banán. Ez tavaly július 13-án történt, és most zárult le a vizsgálat egyébként. Komoly brit légügyi hatóságok vizsgálták az esetet. Tehát azért ez is érdekes. Találtak valamit, kérlek? Nem volt nem semmi nyoma. A radaron nem volt semmi nyoma. Ugye a műszereknél se volt semmi nyoma. Visszahallgatták a fekete dobozt, és ott lehetett hallani, hogy a kapitány mond valamit. Meg az ő beszámolat. Nagy szivar alakú, hogy elhúz itt balról. A első tisztel nem tudok kommunikálni. Igen, jó. Tess, egy brémai repülőtér két nappal ezelőtt. Hát, ha? Ők zenében nagyon ott vannak, azt tudom. Tudom, a szamár, a kakas, a kutya, a gyerekek. Ők bárkit elüldöznek egy házból. Ismeretlen mozgó tárgy hétfő este. Nemzetközi repülőtér irányító központjában a radarján észlelték. Kivilágítatlan kerékpár. Időnként megjelent a radarképernyőn, majd hamarosan nyoma veszett, 3 óra után tűnt el végleg. Aha. És elindult egy rendőrségi helikopter, ők se láttak semmit. Átirányítottak repülőket, az érkező járatokat egyébként Hannoverbe, és volt egy olyan repülő, aminek egy rövid ideig köröznie kellett, mert nem engedték leszállni. Aha. De senki nem látott semmit, csak a radar megfigyelő egy kicsit kontakthibás radart nézve mondta azt, hogy ez egy UFO. A radaron föltűnt, eltűnt, föltűnt, endült. Az már érdekes, hogy a rendőrség egyébként ismeretlen tettes ellen eljárást indított. Aki megbügykölte a radar. Nem. Azt mondják, hogy egyébként a légi közlekedés veszélyeztetése bűncselekmény. Pénzbírsággal, vagy akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, adta ki ezt a nyilatkozatot a brémai rendőrség szóvivője. Kicsit magyar a dolog, nem? Tehát felbukkolott valami a radaron, 5 évig terjedő szabadság, aki szórakozik. Hogy ennek még meg lesz a bőtje. Büdös kölkök szórakoztok a radarra. Szóval, hogy azért itt vannak ilyen érdekes felbukkanások, eltűnések, nem? Én nem azt mondom, hogy a kanadai védelminiszter nem bolondult meg. Azt sem mondom, hogy lehet, hogy nem masszív LSD-n él az öreg már, vagy az Aldiba, vagy Lidlbe jár vásárolni. De minden esetre azért ez
Ezek azért érdekesek, ezek a hírek, nem? Hmm. Repülőgéppilóta, irányító központ, kanadai védelminiszter. Bal szélvédő. Hát mennyi izgalom már. De milyen okos az UFO, hogy balról jött, a bal oldalon ül a kapitány, hát ugye jobbra ül az első tiszt. És tudta, hogyha balról jön, akkor ugye a bal oldalon a kapitány ezt hamarabb észreveszi. Nem hülyék ezek. Hogy föntről kell kezdeni, tehát hogy azt az embert kell meggyőznie, aki a hierarchiában a legmagasabb szinten áll. Tehát mi, hogy nem a stewardessnek fogja megmutatni magát, meg az első tisztnek, amikor ott van a kapitány. Nagyon komoly, úgy felé szerinted nem hűl ki a kávé. Jó, minél nem akarok erről, nem akarok erről tőle, én ígértem, hogyha lesz valami a kanadai védelmi miniszterrel, akkor én beszélek. Ezt jól teszed egyébként. Ezt nagyon jól tetted. Jó, ez se? Semmi? De mind itt elesz bennetek valamit? De. Janiban igen, de mindjárt ki is megy vele. Na jó, hármas ugrásra lehet jelentkezni már is, jó? 9 óra után pedig vendégünk lesz, érkezik Novák András, aki magával hozza Horváth Krisztiánt, aki Peruban ült drogfutárkodásért, az ő történetét hallgatjuk majd meg 9 óra után. Fél 9 van pontosan, jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva, hello mindenkinek! Ez itt az Alter Rádió. Alter Rádió Budapest. Alter Rádió Budapest, igen. Ja, imádom a Quimbit egyébként, nagyon, nagyon jó. Picit meglepett. SMS számunk van, hol a Jani? Elvitték az UFO-gondolom. Elvitték. SMS számunk 06. 70! 645-0-0-0-0, ezt tetszik? Kiáltál a csapatért, hát, nagyon helyes. Mondom, friss közlekedési híreink vannak. Trafi körös tartsa a belterületén. Ezt Sankó, vagy Sankó, vagy Sankó küldte nekünk, nem tudom, az Sankót írt ide, én így olvasom, nem tudom az összeset kitalálni, hogy ki mire gondol. Paks belterületén is van trafi, a belváros elején fotóznak, mindenki vezessen lassan. M1-es, M7-es bevezető, nagyon jó járható, kevés az autó, folyamatosan lehet haladni, jó tempóban. VZ küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Paks külterületén most készülnek a Molkút után trafizni, a befelé jövőket, lassítsatok, a várostábla után, ezt Ödön küldte nekünk, köszönjük szépen, és nagyjából ennyi. Ezen egyébként még mindig kevesebb a közlekedési hírünk. Egyébként vagy kevesebb autó van, vagy még sokan nem dolgoznak, nem tudom. Igen, így van. Sőt, a BKK-nak a Facebook oldalán sem találok fent szinte semmit. Én ennek megmondom, őszintén örülök. Mármint abban a szempontból, hogy nincs egy ilyen hosszú. Jó, működik a BKK, és egy ilyen negyedórás Janiféle a 186-os járaton, a 42-es E-vonalon éjszakai pótlóbuszok közlekednek. Ne bánsd, megjavult már tegnap. Megfogadta, hogy nincs az, hogy... Így van, tegnap megkértetek, hogy a tiszteletkörök ne legyenek benne, tehát a kedves utazó közönség mindenkinek a szeretnék hívni arra, hogy ezek nem lesznek benne. Igen, a nyájas olvasónak. Te nyájas olvasó, aki olvasod ezen sorokat, tehát ez így ebben a formában ne legyen. Jaj, nagyon kíváncsi vagyok erre a drogfutára, komolyan mondom, meg a történetére. Engem egyáltalán nem érdekel. Hát, mert mi is nyilván. Nem úgy értem, nem most azt mondom, hogy ti nem, csak hogy érdekel ez a történet, hogy milyen élethelyzetek vannak, meg hova sodródik az ember, nem? Hogy nekem a legfontosabb az, hogy tudod túlélni nap, mint nap az, hogy kilátástalanul ott vagy. Hogy nem tudod, hogy lesz-e holnap, mert bármikor átvágják a torkodat egyébként kint a börtönben. És hogy mégis minden napot újra meg kell élni, meg túl kell élni, nagyon kemény lehetett. De hát szerintem a dolognak a legdurvább része az lehetett, amikor utazott oda, és egyre közelebb járt már a célhoz, és tudta azt, vagy legalábbis sejtette, hogy be fog bukni. Biztos, hogy rengeteget gondolkodott közben, amikor ugye az útlevelét nem adták vissza, amikor tudta, hogy ott lapul valami a táskájába, tudta, hogy mennyire szigorúak, hallott már nyilván híreket arról, hogy ha elkapják, akkor mi történik velük, illetve mi történik ezekkel a drogfutárokkal, és akkor ül a repülőgépen, és tudja, hogy oda fog érkezni, elindul majd a fináncok felé, és lehet, hogy le fog bukni. De azon gondolkozom, hogy van az az élethelyzet, igen, amikor már erre vállalkozol? Nyilván van, nem? Tehát ugye, aki egyfajta egzisztenciális biztonságban él, vagy nem erre gondol, az elsőként azt mondhatja, hogy jaj, hát miért megérdemli, hogy csináltam. De hogy van az a fajta csőlátás, vagy az a fajta élethelyzet, amikor azt gondolod, hogy nincs más megoldás. Vagy megcsinálod, vagy te és az egész családod tönkre megy. Nem? Mindig van más megoldás, persze, de talán ez egy könnyű megoldás.
Hát ez a, vagy könnyű pénzkereseti lehetőség. Hát, átmész, gyorsan ott van, fizetnek neked 300 ezeret, annak tűnik. De 300 ezer forintot tényleg nem lehet máshonnan beszerezni, vagy megszerezni? Tényleg. Tehát, én azt gondolom, hogy akik egyébként ezt bevállalják, ők nem tudják, és nem ismerik magát a rendszert, hogy ez hogy működik. Hát mi azért erről beszélünk, hallunk, nézünk különböző riportműsorokat, hogy megy a csali, általában, ha neked egy kisebb cucca kell átjutni, hát nem, igen, nem te vagy a fontos. Tehát akihez oda mennek az utcán, az nyilván nem ismeri ezt a rendszert, egyszer csak már ül egy repülőn, kimegy. Nem azt mondom, hogy nem tehet arról, hogy hova került. Még azt sem mondom, hogy nem érdemli meg, csak hogy ők nyilván erről nem hallanak. De 300 ezer forintért bevállalni valamit. Most 600 lehet, vagy, tehát vagy akkor pár százezer forintért bevállalni valamit, aminek a vége az lehet, hogy hosszú évekre sitre kerülsz, ráadásul egy idegen országban adott esetben úgy, hogy közben amúgy meg már nem sokára megszületik a gyereked. Tehát, hogy ez az egész, ez nyilván ő majd elmondja, hogy mit miért csinált, és talán meg is fogjuk érteni, talán is tudjuk fogadni, de akkor is. A másik oldalon meg az volt a tét, hogy viszik a lakást, a szülei lakását. Ugye itt azért vállalt el a melót, hogy ezt a 300 ezeret ki tudja fizetni, amit nem mindenki tud kölcsönkérni. Feri, kifizette szerinted a 300 ezer forintot? Oké, de benne volt a lehetőség, hogy kifizeti. Ma már te is tudod ezzel az aggyal, hogy nem volt benne a lehetőség. Most a szülei ugye nem kapták meg sem a 300 ezer forintot, és elvesztették 6 évre a fiúkat. Jó, oké, okos. És a gyerek pedig úgy lett iskolás, hogy nem látta az apját. Jó, utólag mindenki okos. Akkor ott vagy egy kényszerhelyzetben, viszik a szüleit házát, valaki odalép hozzád, és azt mondja, itt van 6 kiló tesó, kiviszed a csomagot, hello, meg vagyunk. Hát, belekapaszkodsz. Nem tudod, lehet, hogy már egy fél évek próbált pénzhez jutni, kért, hitelt akart fölvenni, sehol semmi. Azért de akkor is nem arról van szó, hogy azért nyilván, hogy ő ezt elmondja, de hogy ez egy ilyen könnyebb pénzkeresíteti lehetőség? Hát, hogy a több út közül még akkor is azon gondolkozol, hogy tudod a könnyebbet választani. Fölülsz egy repülőre, átsétálsz határon, itthon vagy, nem? Így van, de akkor mondom, ez lehet, hogy jó megoldásnak tűnik. Meg bűnözővé válsz, és úgy válsz bűnözővé, ráadásul egy olyan bűnözővé, mert azért legyünk őszinték, tehát, hogy a drogfutárok azok sokszor mosakodnak azzal, hogy nem ők azok, akik eladják aztán a gyerekeknek a drogot. Hát de benne vannak a láncban. Igen, ezért érdekes majd, amit mond, nyilván milyen élethelyzet viszi rá, meg mit gondol erről, meg hogy tekint erre vissza, meg mi történt a börtönben. Ugye 9 óra után érkezik majd hozzánk. Na, ő is, és Novák András, ugye a riporter, aki készítette róla az anyagot. Na, most viszont hármas ugrást játszunk, már is itt van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Halló, jó reggel, sziasztok! Hello. Balázs Jani, Feri. Gyula! Így van. Gyula, honnan hívsz minket? Fehérgyalattól egy 20 kilométerre. Uh-huh. Levelő kis településről. Titkos hely ez is. De titkos hely. Mivel foglalkozol, Gyula, mit csinálsz? Kiskereskedő vagyok, egyéni vállalkozó. Lehalkított picit a rádiót, vagy... Vagy kiért megyek, jó? Az mindegy, jó. Nekünk megy. Megy a bót? Hát, sajnos nincs pénz az embereknek, úgyhogy Szabolcs megye, többet nem kell hozzátennem szerintem. Munkanélküliség. Mit árultok, vagy mi az, ami? Vegyes kereskedés. Vegyes. Csak tiéd, vagy te ott vagy alkalmazott, vagy te vagy a tulajdonos? Nem, én vagyok egy személyes vállalkozó. Ja, mint vállalkozó, igen, ezt mondtad az előbb. Ökörtófülpösen? Nem. Nem. Mondjuk ezzel most megleptél fel egy pillanatra. Oké, de Szabos túlsó partján van, én az erőső partján vagyok. Akkor ez csak kölcse lehet. Nem nyílt. Nem? Az közelebb van a 20 kilométer. Titkos, hogy honnan egyébként? Sose értem. Igen. Igen, de miért? Nem. Soha nem lehet tudni, ki hallgat bennünket. Aha. És sokan hallgatnak. De hogy valami félelem az oka, ilyenkor így az ember nem mondja el, hogy honnan vagy, hogy aki fölismeri, az megkérdezi majd, hogy miért telefonáltál be. Ha én ezt egyszer megértem, ígérem, soha többet nem kérdezek meg senkit. Tehát a hangodat már úgyis megismeri az, aki egyébként tudja, hogy te ki vagy. Vagy meg vagy sem. De hogyha kimondom, akkor már be tudnak tájolni. Ja. És akkor mi történik? Tehát mondjuk téged hall valaki, aki elmondja... Most, ha én lebukok az első kérdésnél, akkor az szégyen. Ha végig viszem a hármat, akkor az... Ja, most megértettem egy fontos szempontot, tehát hogy nem titok, hogy hol laksz, csak nem akarják, hogy kiderüljön, ha te esetleg nem tudsz egy kérdés. Ha büszkékedek vele, hogy na, figyelj, játszottam a kasszafemmel, és végigvittem a három kérdést, akkor az büszkeség. De hogyha az első kérdést én megbukok, akkor az szégyen. Na de ő így is úgy is ismeri a hangodat. Nem volt. Tehát, hogy mitől ismer meg jobban, ha te elmondod, hogy hol laksz, mint hogy már elmondtad, hogy nagyjából hol laksz, nem?
Mondja Feri. Ha megcsinálod a három kérdést most, akkor elárulod, hogy honnan hisz benne? Igen. Jó. Akkor igen. Nem mintha lenne ebbe ennyi, hogy most éppen melyik település, csak maga az indíték érdekel, hogy mi az oka annak, hogy nem. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Kíváncsiak. Szóval fogalmad nincs köz. Átküldöm a hét elején valamikor. Valami könnyűt, Jani? Nézem. Könnyű. A második már nem. A harmadik pedig kifejezetten. A harmadik még nagyon jó. Na menjünk, nézzük meg, aztán meglátjuk, jó? Jó. Ó, valamilyen segítség ott megérkezett. Ki van ott? Nem, mentek. Ha, csak beköszöntek? Igen, nehogy megszólítsd. Igen, beköszöntek. Mit mondtak, Gyula? Úgyse fogod tudni. Semmit nem mondtak, egymással beszélgettek. Úgyse fogod tudni, Gyula. Te most, Gyula, úgyse fogod tudni, tedd inkább le. Na, csak humorizálunk. Mehet? Jö. Így szól az első kérdés, dedikált Egér Alátit. Egér Alátit az első? Mondjuk. Legyen úgy. Egérpad. De az egerek nem ülnek padokon. Hány pár lába van egy hangyának? Hangyának? 3. Így van. Na. Akkor a második a nehéz? Hát ezt még nem mondtuk, hogy nehéz. Igen. Hát nem. Próbáljuk meg? Oké. Okay. Így szól a második kérdés dedikált Klassz FM-es Morning Show-s Szagyori. Melyik szigetállam fővárosa Wellington? Anglia? Mondjuk szépen, hát... Wellington. Nem, hát... Nem, Feri meg Zolt. Ne haragudj, bocs. Nem. Új-Zéland lett volna. Új-Zéland, hát na. Igen. Na, örülök, hogy játszottam veletek. Na, most akkor már nem mondod meg, hogy honnan hisz. Hát így nem. Nem. Volt egy feltétele, hogyha végig is. Így van, igazad igen, van. Igen, de igen, az korrekt. Úriember vagy. Ez nem valós út meg. Igen. Gyula, köszi. Van egy kis hiányérzetem. Köszi, nekünk is. Ciao. Hello, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Mit kérdeztél, hogy? Hogy jaj, csak Janival beszélgettünk. Nem? De... Na, egy-két hozzászólás csak a kanadai védelmi miniszter témája az, amiről ugye fél előtt beszélgetünk, hogy mit írnak a hallgatók. Itt az új tejszínag, gyere! Balázs, a te magas intelligenciád bizonyítja, hogy hiszel olyanokban, amiben más nem. Ne foglalkozz azzal a két visszamaradottal. Nézzük már meg, kinek a száma. Azaz. Nyomjad, 2-23 a vége. Kezeit csokolom, anyuka, örülünk, hogy írt. Az emberek 500 éve azt hitték, a földlapos. 200 éve azt, hogy az ember nem fog repülni. 100 éve kirohantak a moziból, amikor jött a vonat. Jani és Feri, a saját fingot se láthatod, mégis létezik. Hát, mondjuk meggyőztél. Milyen magas rögtérve. Igen, nekem egyébként így ez alapján tényleg már itt szimpatikus, és meggyőző volt. Mondjuk én alapvetően nem veszek komolyan senkit, aki nem írja alá az SMS-eit, vagy pontos hével írja a hülyét. Férjem malév pilóta volt, ők is láttak már érdekes dolgokat, egyszerre 3 gép is látta különböző légitársaságoktól. Tök jó. Azért ez mindenféleképpen érdekes, nem? Érdekes az. Színes. Izgalmas. Nem vág össze a sztori. Minek mutogatják magukat az UFO-k, ha közben titokban közöttünk cirkálnak? Kérdezi egy hallgató. Aha. Hogy mi van? Tehát, hogy nem vág össze a sztori. Minek mutogatják magukat az UFO-k, ha közben titokban közöttünk cirkálnak? Ja, tehát, hogy miért, hát ők véletlenül, ők a béna UFO-k. Tudod, hát meg lemutat. Nem mindenkinek. Egy védelmi miniszternek megmutatták magukat. Vagy ő hozzájutott olyan információkhoz. Hát véletlen valahol lelepezték. Önmagukat. Igen. Nem működött az álcájuk, vagy izé. Nézzétek meg a Sandit profilból. Nekem gyanús. Szerintem ő földön kívül írja, hogy hallgató. A Sandi nem az. Semmi nem? Nincsen, főleg a mell profiljával. Ha egy embert kellene mondanotok Magyarországról, aki szerintetek az, ki lenne? Te. És ráadásul áruló vagy. A saját fajomat elárulom. Tessék, egy ember mondhattok. De nálad belé költözött, vagy... Én higgyétek el, nem vagyok. János Kórház 77. július 18. szülészet. Én ott érkeztem. Beültették meg. Én a zsanyádba, mi? Tessék, egy ember, szerintetek ki az? Pákó? Várjál, mert nekem mondjuk lenne több esélyes is, de ki az, aki nem tud ártani nekem?
ez ha bemondom a nevét. De ne fossál már, ne legyen ilyen pudingom, és bemondott valakire egy UFO. Ez most nem én voltam, Feri volt. Hát ugye, hogy van? Nem lesz. Ebből nem lesz baj. Hát a Kari a sanszos. Kicsoda? A Kari. A Szecsődi Kari? Mm. Igen? Igen. Szerinted igen. Ő az? Igen. Mindazonáltal a szimpatikus, izgalmas egyéniség. Szerintem a Baló György egyébként. Bármikor. Nem, szerintem meg Fási Ádám. Nem mondta, hogy azért itt Magyarországon nincs egy-két ember, aki esélyes lehet erre a cívre, hogy ők valószínű földön kívüliek. Hát illetve Benkő Dániel. A Benkő földön kívüli? Ebben nála benne van a pakliban bőven. Ő csak a kanadai védelmi miniszter rokona. Szerintem az ő is egy szabad felfogású ember, és mindenki egyből azt gondolja, hogy ő bolond. Uh-huh. Tehát, hogyha mesztelenül lantozol a kertedben, akkor bolond vagy. Miért nem? De miért? Ez mert kicsit. A társadalmi normák vagy szabályok azt mondják egyébként, hogy te nem menj ki mesztelenül a kertedbe, és ha nem teszed meg igazot, elfogadod, aha, nem próbálod áthágni, akkor vagy normális. Ha meg kertedben van kedve neked mesztelenül lantozni, kicsit ott közben a szomszédok látják, akkor egyből hülye vagy. De miért? De nem lantozhatsz mesztelenül úgy a kertet, hogy egyébként ne legyél hülye? Nem logikus. Tehát, de hogy miért? Mert hogy lantozás közben tudod, de hogy ott csupasz vagy, oda tapad ahhoz a lakkozott felülethez nyáron, tudod, nem praktikus. Valamint a lantművészetben nem emel semmit az, hogy mesztelenül vagy ruhában lantozol. Tehát az élvezeti értéke nem lesz jobb a muzsikának attól, hogy pölőben van az előadó. Uh-huh. Ugyanúgy szól a hogy pölő mesztelenül. Pölő, hát ezt akartam mondani, csak kiesett egy szó. Szerintem egyébként pont ez a baj az emberekkel, meg ez a baj veletek is, hogy van egy társadalmilag elfogadott ilyen normál viselkedésmód, egyfajta minta, mindenki próbál beágyazódni, betokozódni, mindenki ugyanúgy közlekedik, ugyanazt csinálja. És ha valaki ebből egy kicsit megpróbál kilépni, megpróbál eltérni, megpróbál valamire elmozdulni, akkor a társadalom azonnal megbélyegzi, és azt mondja, hogy te hülye vagy. Gyere vissza közénk, inkább állj be te is a sorba. Nem? És ha látnád a szomszédot mesztelenül lantozni, egyből azt gondolnád, hogy ő hülye, pedig egyébként miért? Nem, azt gondolnám, hogy magam utogató, azt nem gondolnám, hogy hülye a szomszédom, hanem azt gondolom, hogy egy olyan dologgal akar kitűnni, aminek nincs nagyon értelme. Én tudod, mit gondolok erről? Hogy sajnos a tömegpszichózis miatt pontosan egy abszolút tudatos börtönben tartjuk saját magunkat. Tehát nézd meg azt, hogyha te kicsit máshogy akarsz öltözködni, aha, vagy fölállítod a hajad és befújod pirosra, akkor mit mondanak? Hogy te hülye vagy. Ugye? Aha. De közben pedig egyébként nem történik más, mint hogy azok az emberek, akik téged megbélyegeznek, azok próbálnak téged ugyanoda visszarángatni abba a normális viselkedési módba. Tehát a saját börtönünk saját börtönőrei vagyunk. Érted, hogy mit mondok? Hogy valaki ettől eltér, akkor azt egyből megpecsételjük és lehülyezzük. Pedig jó, nem így hát van. Hát és térj el azzal akkor, hogy 3 óra alatt lefutod a maratont, vagy térj el azzal, hogy mit tudom én, a világ békéért harcolsz. Hát én például meg sem próbálok együtt mozogni a divattal. De jó, hát semmilyen aktuális ruhadarabom nincsen. Érted? Az a másik tehát véglet, akkor, azt adjuk. Akkor én vagyok a rossz? Nem azt mondom, hanem a társadalom gondolkodik úgy arról, akinek saját világképe van, saját gondolkodása van, kicsit máshogy állsz a dologhoz, azt egyből megbélyegezzük. És mindenki próbál egy kicsit ettől elszakadni, de ugyanakkor ezen börtönnek saját magunk vagyunk, aha, az őrei, mert nem hagyjuk, hogy az egyén az egy kicsit eltérjen ettől. Érted? Értem, csak a célt nem látom, hogy tehát itt valószínűleg mondjuk a Benkőnek pont az a célja, hogy megbotránkoztassa ezzel a világot, és valamit gondoljanak róla az emberek. De én szeretek például úgy gondolni a Benkőre, hogy egy remek lantos. Érted? Hogy ő egy jó zenész. Hát figyeljetek, hogy a világon mindenütt ismert egyébként, de még azelőtt, mielőtt pölővel együtt jártak volna koncertre, hogy én ezért szeretem őt. Igen, csak az érdekes, hogy arra viszont egy szűk rétegen kívül nem volt más kíváncsi. Hiába ölt bele 20-25 évet abba, hogy mesteri módon elsajátítsa a muzsikálást, a zenélést, arra nem voltak annyian kíváncsiak. De ettől, hogy ő mesztelenül lantozik, többen megszerették a komoly zenét? Nem. Többen hallgatnak lantmuzsikát? Nem. Érted? Hogy nem értem a célt. Mert ha azért csinálsz valamit, hogy egyébként egy jó dolgot népszerűsíts, akkor azt megértem. De hogy ez magamutogatás, öncélú. Jó, igen, mindegy. Igen, persze, hát a sok ember előtt csinál, nyilván abban nem biztos, hogy van. Igen, ráció. Jó, na, 9 óra után érkeznek hozzánk vendégeink. Novák András, aki riporterként jön, és Horváth Krisztián, aki Peruban ült drogfutárkodásért. Ugye kb. 5-5 és fél évet volt börtönben, most szabadult, találkozott először a kislányával,
és arról mesélnek, majd arról beszélnek, hogy mi történt kint Peruban, hogy kapták el, mi történt a börtönben, és hogy próbál most visszailleszkedni. Úgyhogy velük folytatjuk a hírek után, egy perc múlva 9 óra, itt vagyunk mindjárt. 9 óra, múlt pontosan 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és igen. Hát és nincs, hát, és itt vagyunk, és kész. Most ezt, hogy beleindultam. És ez nehéz lenne cáfolni. Megindultam ezen a kis 9 óra 10-es reggelen. Egy-két friss közlekedési hírünk van. Továbbá is viszonylag keveset kapunk, úgyhogy ha valaki lát valamit, tapasztal, hall, érez, tud, vagy gondol, a magyarországi közlekedés az küldje el nekünk, jó? Mert nem nagyon tudok újakat olvasni. Budai-Pesti alsórakpart kivételesen egészen jól halad, ezt Gabi küldte nekünk, nyilván az egyik oldalon, a másik oldalra átnézett. Ugyanakkor jött ennek az ellenkezője is, a Pesti alsórakpart a Lágymenyes híd felé lassan halad. Pocok, esd, ahogy írtam ide nekem, köszönöm. Igen, mert hogyha az ékezetlen marad, akkor pöcök. Balatonszállás, öttömös útvonal, trafimentes, kicsit ködös, jól járható, ezt Tokó küldte nekünk. És van egy trafing az M3-ason, a 203-as kilométernél Budapest felé, Aldiler küldte ezt, igen, köszönjük szépen. A jaj, BKK Facebook-on a 12-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik egy bizonyos szakaszon. Azt még elmondhatod. Nem, ez tök jó, az ilyen rövid lesz mindig, akkor ez nagyon jó. Oké, na, mi pedig, ahogy ígértük, ugye vendégekkel folytatjuk, megérkezett hozzánk Novák András, hát régi jobb ismerősünk, hello András, és Horváth Krisztián. Sziasztok, jó reggelt kívánunk nektek! András, hát utoljára jó, régen beszéltünk veled, azóta veled elég sok minden történt. Szíriából, így van. Ugye akkor elég kemény helyzetben voltam, és ugye ott a háborús viszonyokat próbáltam bemutatni, azóta eltelt egy jó hónap körülbelül, megjártam Perut, és hát ugye az új történet nem más, mint ugye a drogfutárok. Mi már beszélgettünk a drogfutárokról egyébként, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes és fontos téma, és hát egy különleges szituáció, ugye Krisztián, amiért itt van. Az egyik dolog az, hogy megint felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne dőljenek be a magyarok. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Sokat nem ülsz itthon. Megyek, holnap után már Gána, és utána meg Törökország, és ismét Szíria, tehát lehet, hogy majd jelentkezem megint, hogyha érdekel valamelyik. Igen, de... egyébként, amikor nem mondod el, hogy egészen konkrétan miért voltál, csak azt mondod el, mondjuk, hogy Perúban karácsonyoztam, akkor azért úgy jól hangzik, nem? Az úgy jó. Ha tudod, hogy itt forgattad, akkor az már kevésbé. Igen, az ünnepeket hol töltötted? Igen, 40 fok volt, tengerpart, tehát így is elő lehet adni ezt a Perút, tehát tényleg van egy olyan része, hogy igen. Paradicsom. Hoztam nektek ajándékot. Nagyon kezdjük az ajándékot. Szeretitek. Tehát Perúban van ugye a kokalevél, ugye drogról beszélünk, és tudom, hogy egyszer már kipróbáltátok a kokaleveles teát, most hoztam egy erősebb változatot, ez az, amit legálisan be lehet hozni, tehát kokalevelet hoztam. Tehát nektek. Ezt nem kellett átcsempészted mindenféle testélásai. Kérlek szépen titeket, nem felcsavarni, nem elszívni, hanem... Még a gyomornedv rajta van. Tehát és ez legális? Teljesen. De nyilván kevés a hatóanyag tartalom, gondolom. Csak kokalevél van benne. Csak kokalevél. Igen. Csak óvatosan. Csak óvatosan. Köszön. Gyerekek, adjad. Tesztelem szívesen. Ha jó a cucc, akkor rá járhatok. Higgyétek ti el, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, de gondolom, akkor ezt majd másnap vagy holnap. Nem, ezt csak inni kell. Tehát... Igen. Nem sodorva. Na, Krisztián, hát ugye érdekes, hogy mert tényleg Andrással erről az ügyről már beszélgettünk, volt benne nálunk vendég, de olyannal, aki ezt átélte, résztvevője volt, sőt, mi több ugye perui börtönben raboskodott, mi még nem találkoztunk. Itt mindig a megtalálási pont, vagy a kiindulási pont szerintem nagyon érdekes, hogy az embert mi vezeti arra rá, hogy így erre igen mondjon. Ugye mostanában mindenki beszél erről a bepalizásról, de hát ugye 5 vagy 6 évvel ezelőtt, amikor téged gondolom ezzel az ajánlattal megtaláltak, akkor erről még nem lehetett tudni, hogy vannak az úgynevezett csalik, akik átmennek, és közben pedig valami nagy szállítmény meg átmegy a másik oldalon. Te se tudtad, gondolom. Nem tudtam. Azt tudtam volna, akkor nem indulok. Hogy találtak meg? Milyen élethelyzetben voltál? Mi volt éppen a dilemma, amiért ezt elvállaltad? A dilemma, és ami történt, az, hogy nem volt ugye munkám, nekem sürgősen szükségem volt pénzre, munkalehetőségük nem álltam úgy, ahogy kellettem, akkor abban az időben segédmunkás voltam, és ugye akkor az építkezéseket nem nagyon fizettek. Kellett volna, igazság szerint 100-200 ezer font lett volna szükségem, mert ha nem, akkor elveszítjük a lakást, ugye. Tehát a szüleidet akartad megsegíteni? A lakás, hogy megmentsétek a lakásatokat. Is. Uh-huh. Szóval, hogy találják meg az embert? Oda jönnek hozzá az utcán, és azt mondják, hogy van egy csomag viddát Perúba határon? Vagy hogy történt? Nem, igazság szerint ez úgy történt, hogy egy volt évfolyamtársammal találkoztam, aki bemutatott, aki elmesélte, hogy mit csinál, és mondtam, nem, azt mondtam, hogy hülyeskedik, de aztán mégis nem, bemutatott egy-két srácnak, ez van, ha kell a pénz, itt van, mennyiért csináljad. Uh-huh. Repülőjegy. Így van, fizetik. De akkor én még nem mondtam egyből igen, tehát próbálkoztam, ugye mentem munkát keresni, próbáltam intézni banki hitelt, kölcsönkérni,
de senki nem volt, és már szürkös volt. Ők mit mondtak neked, hogy mi a pontos feladat? Mit kell csinálnod? Kimész és visszajössz. És átviszel egy csomagot a perui határon, ezt mondták? Így van. De hát te tudtad akkor, hogy... És csomagon nem beszélsz, sose beszéltek csomagról. Kimész és kimész, nyaralsz, kint lesz egy-két hetet, és visszajössz egy de másik nem táskával, mond, nem a saját táskával. Aha. Ennyi, tehát. Kifele kellett hoznod, vagy befele kellett vinned? Egyetemű befele. Befele kellett vinned. Peru most már a legnagyobb exporter. Tehát most már megelőzte Kolumbiát. Tehát hihetetlen mennyiségű. Tehát repülőnként több száz kiló, hajonként több tonna hagyja el naponta az országot. És a legfőbb célpont Madrid, Amsterdam és Észak-Amerika. Tehát ebből a szempontból Peru. Hát gondoljatok el, az Andokban a kokalevél természetesen nő. Az ott dolgozó parasztok három variáció között választhatnak. Kakaó, kávé, kokalevél. A kokalevél évente négyszer terem, a kakaó egyszer, a kávé szintén évente egyszer. Náluk ez szimplán megélhetés. És a helyi paraszt, már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy őstermelő, $50 kap egy kilóért, ha megcsinálja. A határon az már $50,000 ér. Tehát hihetetlen mennyiség. És az egész rendszer, tehát az egész igazságügyi és kormányzati rendszer Perúban erre épül. Tehát mindenki leveszi a sápot. Már a vámos, aki elkapja, már az is a kokainból elvesz. És azt mondja, hogy te ne azt idd alá, hogy 5 kiló volt nálad, hanem csak 3. Na de miért? Hát mert akkor kevesebb büntetést kapsz. És már ott automatikusan a drogfutár aláírja, hogy kevesebb van nála, már a rendőr eltett mennyivel kevesebbet. De a bírósági tárgyalásnál kint, amikor forgattunk, meséli a szociális munkása, a Körömi Marcsi, hihetetlen munkát végező, aki bejár a magyar rabokhoz. Hogyha ott nem kell korrumpálni a bírót, ott állsz a tárgyaláson megbilincselve, odabatyogsz a bíróhoz, leteszel elő $5,000, szeretnék felfüggesztetni. 5,000, akkor fel vagy függesztve. Tehát úgy működik, annyira benne van az egész rendszerben a korrupció. Mesélj a Krisztián, hogy inkább a börtönben milyen. Mi beszélünk a börtönről is, csak maga az elkapás érdekel, hogy igaz az, hogy téged már fényképpel vártak a határon? Vagy hogy történt maga az, amikor elkaptak? Pontosan, a repülőtérre, ugye be akartam csekkolni, hagyták is, hogy becsekkoljak, de akkor, mielőtt kiadták volna egyemet, akkor a hölgy az így elmaradt az útlevelemmel, akkor már eltett már jó 10 perc, akkor már kezdtem. Akkor már érezted, hogy baj van. Ott volt a szatyorban a táska. Tehát ma ott volt a cucca a táskádban, ugye? Így van, miután megtalálták, már én is meg észrevettem, hogy hol volt eldugva, mert nem, ugye senki nem tudja, hol van eldugva. Én sem tudtam. És akkor jöttek így a vámosok, meg hozzám jött 4 vámos, 2 kutyával, és így a fényképen próbálták, hogy kérem, kövessen minket. Atya Isten. És akkor meg félrementem, elkezdték szurkálni, minden, nem találták meg, idegbajt kaptak. Fölvittek az irodába, ott széjjel vágták a táskát, minden, akkor sem találták meg, aztán végül is valami kis dugott fiók ott csináltak be benne a táskában. Mennyit kellett volna átvinned, hány kiló volt nálad? A papír szerint, és előtte mérték le a mérlegen, 2 kiló 10 deka volt. 2 kiló 10 deka. Miközben nyilván a másik oldalon, vagy két kapuval arrébb, meg lazán gondolom átsétáltak mondjuk 20 kilóval, vagy 50 kilóval. Hát és azt mind táskába ugyanúgy. És azt mind táskába. Mondjad, Ander? Hogy amikor forgattam vele kint most, és próbáltuk felvázolni, hogy milyen volt az ő élete az elmúlt 5 évben kint, a forgatás kellős közepén jött a hír a konzulátus, hogy elkaptak egy újabb magyart. És egyből rohantunk oda a Dirandróra, ugye az ott az ügyészség, vagy a perui rendőrség kábítószerellenes osztálya, és ott volt az új magyar. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy ő hazajött, abban a másodpercben majdnem az, hogy tehát még mindig vannak, akik ezt és bedölt, és oda mentem a sráchoz, Viktornak hívják, és kérdezem, Viktor, mi történt? Azt mondja, 2 srác megkeresett, pénzre volt szükségem, családot akartam segíteni. Majdnem ugyanez a szituáció. Azt mondják, hozzak el egy táskát, és azt mondja, oda mentem a vámhoz. Ugyanazt meséli, ugye a Krisztián történet ez 6 évvel ezelőtti történet. És a Viktor történet ez párnapos. Na jó, csak Krisztián ugye tudta. Tehát, hogy azért itt ez mindig felmerül, hogy azért ember nem gondol arra, hogy át kell vinni egy táskát. Ugye nem arról van szó, hogy te kimész erre, és neked valamit beleraknak a táskádba. Hát ez a fiú is tudta nyilván. Persze, ugye? Tehát ott már gondolhatna erre. Veled aláíratnak ilyenkor egy olyat, hogy ismerd el, hogy te ezt átvitted, és akkor kevesebbet kapsz? Vagy mond neked ilyet rendőr, bíró, bárki, hogy ha elismered, akkor nem 25 év, hanem 5 év vagy 6 év. És ezért miután te aláírod ezt a papírt, ez így van, tehát elítesznek egy papírt, ott van a közjegyző, ott van a fordító, és te hiába mondod el az igazat, amikor ők fölveszik a vallomásodat, ők azt fölveszik, félre rakják, és oda teszik az övét, és ezt írd alá. Jobban jársz címszóval. Aha. Tehát, hogy kevesebbet kapsz effektíve, ha azt írod alá. Ők csak arra kíváncsiak, hogy igen, ez a nevem, innen jöttem, ezt csináltam, ezért csináltam, igen, tudtam van benne, és pont. Annyira korrupt. És 6 év 8 hónapot kapsz. 6 év 8 hónap. De ezt akkor kapják ezt a 6 év 8 hónapot, hogyha ők elismerik, hogy ezt egyedül csinálták. Ez a papír, amit ő elé raktak, ez arról szól, hogy ne tanúskodjon senkire. Tehát ne mártsa be az amszterdami haverokat,
meg akik ugye várják Madridban, és ne ártsa be azokat, akik itt beszervezték, és ne ártsa be azokat, akik ott adták az anyagot. Ugyanis, ha te ezt ragaszkodsz ehhez a vallomáshoz, akkor elismered, hogy többen csináltátok, ez azt jelenti, hogy te szervezetten követted el. Ez viszont szervezetbűnözés, ami nem 6 év, 8 hónap, hanem 15 vagy 20 év. Tehát neked az éri meg, és a rendszer is abban támogat, hogy ne valljál senkire, mert akkor te kevesebbet kapsz, így nem is kell keresniük azt, aki itt szervezetbe, hivatalosan nem kell az Interpolnak keresni a madridi kapcsolatot. Tehát tovább mehet a biznisz. És tovább mehet a biznisz. Tehát az egész rendszer arra épül, hogy ők csak saját magukra valljanak, tehát azt írt alá, hogy ő egyedül ment, egyedül vette a és egyedül próbálta kivinni, erre kényszerítik őket, az összes drogfutárt erre kényszerítik, tehát hogy még véletlenül se kelljen a kárteleket és a maffiát Peruban keresni. Jó, hát nyilván ugyanakkor az ember azért a drogfutárokat nem tudja sajnálni, most bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy azért ebben az van, hogy ti tudtátok azt, hogy kábítószert visztek át, értem, hogy az ember meg van szorulva, de ugye mindig ott van egy másik út, mondja azt, aki nincs ilyen helyzetben, persze nyilván mondani könnyebb, de hát azért munkát lehet vállalni, lehet segíteni, tehát ilyen alapon mindenki elmenne és átvinni. Itt ebben az az érdekes, hogy maga a rendszer hogy működik, és mennyire hazug rendszer, ugye tulajdonképpen, hogy ők tudják pontosan, hogy idézőjelesen ártatlanok vagytok, de közben nyilván még ártatlan az, aki átviszi, hiszen te megpróbáltál kábítószert átvinni. Jó, de hát, tehát, hogy milyen korrupt az a rendszer, ahol őket lebuktatják, és a perui rendőrség minden évben bizonyítja, hogy egyre több drogfutárt kapunk el, holott az egész rendszer arra épül, hogy az ő hátuk mögött, és tényleg úgy működik a reptér, hogy amikor elkapnak egy ilyet, akkor az összes vámos, rendőr, kutya ott van körülöttük, és ez egy 24 órás procedúra, amíg velük foglalkoznak. És hát a hátuk mögött, közben és tényleg nem két kilónként, meg négy kilónként. Igen, de ugyanakkor meg, amiről te beszélsz, az egy rendszernek a korruptsága, az arról a perui rendszerről szól. És ahogy te mondtad, ott azért sokak számára nincs is más lehetőség, de hogyha mondjuk a rólad beszélünk, akkor a te személyes tragédiád az gyakorlatilag senki másnak nem köszönhető, csak saját magadnak. Valljuk ez őszintén. Így van, ez az én hívám, ez az én miattam történt, én vállaltam be. Mert amikor, most én mondhatnám azt, és amikor én kimentem, én meggondoltam magam, el sem akartam vinni, csak akkor jött az a változat, hogy ha ezt nem viszed, akkor ugye. Akkor soha többet nem jössz haza. Ott már nincs visszaút. Mert oké, azt mondod, hogy pénzre volt szükséged 100-200-300 ezer forintra. Na most, ha nem legális úton akartál hozzájutni ez a pénzhez, akkor nem mondhatod volna, hogy ez egy teljes baromság nyilván, amit mondok, mert attól is bűnözővé válsz, de azért egy más jellegű bűncselekmény követsz el. Ha elkötsz egy autót, vagy betörsz valahova, most tényleg csak a példa kedvéért mondom, de te drogfutárrá váltál. Erre az a válaszom, hogy én nem szeretek semmilyen, tehát én most is megmondom, én nem tartom magam bűnözőnek, persze bűncselekményt követtem el, bebűhődtem érte, leültem érte, most jöttem haza, új életet kezdek, de én nem vagyok egy erőszakos ember, nem szeretem a bűnözést, ez egy nyugisnak tűnt, kimegyek, visszajök le. Könnyű pénzkereseti lehetőség, gyors. Úgy voltam vele, hogy azért vannak azért csodák, hogy kimész, és akkor csak adnak valami normális mellett neked kint, aztán összegyűjtöd, és visszajössz. Persze nem volt annyi hely, nem volt annyi idő rá, tudtam, hogy valami túlpiság van benne, aztán amikor kint már megtudtam. Oké, milyen a börtön? Van-e ilyenkor tárgyalás? Vagy mi történik? Elkaptak a reptéren, utána azonnal be a börtönbe? Van egy ilyen áltárgyalás, vagy bármi? Nem, átárgyalás nincs. Nincsen semmilyen tárgyalás. Ben vagy a rendőrkapitányságon. Ott, ha van pénzed, lefizeted a főkapitányt, és kimész az utcára, mint szabad lenni. Tényleg? Így van, 16 000 dollárt. 16 ezer dollárt kellett tenni, és már mehet. És azonnal szabadában, hogy mindent kitörölnek, és mész magadnak, mész haza. Nyilván az embernek lenne 16 ezer dollár, nem csinálná. Ha nincsen pénzed, akkor ott vagy két hétig, onnan nem visznek a gyűjtőbe, ott viszont teljesen ki vagy szolgáltatva. Ha az túléled, akkor bevisz a bejutszabbe. Az mit jelent a gyűjtő? Az olyan, mint itt egy előzetes, hogy ott mindenki bent, 101 cellában? Így van, csak annyi, hogy ott teljesen vegyesen vagyunk, ugye külföldiek, ottaniak, és akkor ott megy ott a csetepati, a harc mindenén, mert minden üzletel helyes vagy, akkor valamilyen üzletrendje van, ruhával, zoknival, foklémmel. Tudsz mondani konkrétumokat, hogy mi mennyibe kerül, hogy mit jelent ott egy zokni, egy farmer, mit tudsz eladni, hogy tudsz magadnak cigarettát, élelmet szerezni, hogy működik a hierarchia? Ha ételt akarsz, akkor ruhával kell üzletelned. Ha szíveséget akarsz, akkor cigivel. Tehát ezt szó szerint kell érteni, ott nagyon kemény, és hogyha valakinek nincs olyan dolga, ami másnak kell, ami másnak kedvező, akkor nem adja neked oda, és hogyha neked nagyon kell, akkor odamész, és elveszed, vagy éppen kicseszel vele magyarámra, mert előttem a srác, én mikor én vigyáztam, spanyol srácsal voltam ott, figyeltem ugye a magam cuccát, az övét is, mert folyamatosan váltottuk egymást, a csá oda ment, és szó szerint így begyújtott ugye a pokroc, és csá, úgyhogy végig. Begyújtott a pokrocot. Hát az egész srácot begyújtott a végül.
Atya Isten, milyen állapotok, nem? Hogy azért de csak ez a beszélgetés azért, mert nem cserélte vele valamit. Igen, ha csak kettő ember, aki most éppen ezen gondolkodik, már elgondolkodik, már előrébb vagyunk, hát a beszélgetés célja nyilván ez is. De hogy azért ott milyen állapotok vannak? Nyilván börtönben sehol nem jó. Hát talán a film, amit készítettem, talán az egyik legfontosabb cél volt, hogy felhívjuk a figyelmet. És a Krisztián történet, amikor ott ül, és közben látjuk a börtönt kívülről, belülről, hogy milyen viszonyok vannak, és mesél a kinti szociális munkás, akkor nekem talán az egyik legfontosabb üzenet az egésznek, hogy a többiek ne essenek ebbe bele. Hogy figyeljetek már, tehát hogyha ez most 2-3 éve, vagy illetve 2 éve nyilvánosságra került, és tudjuk publikálni ezt a hírt. Talán a Krisztián története is, és az egy dolog, hogy egy picit happy end-el végződik az övé. De talán az egész film ezért készült. Hagy mondjam már el, hogy holnap lesz adásban este 3:40-kor. Hát most már elmondtad. Köszönöm szépen. Ne, inkább nem mond. Jó, akkor ne, semmiképpen nem mondd vissza. Tegnap beszéltem az ATV hírigazgatójával, és abban állapodtunk meg, hogy egy külön kiadás lesz ebből. Most már is elmondtad, hogy hol lesz. Igen? Most már szerintem nem mondd el, hogy hol lesz. Jó, nem mondom el, tehát a Szilárddal abban állapodtunk meg, hogy ez egy külön kiadás lesz, pontosan azért, mert annyira érdekes a története, nem csak az övé, egyáltalán a börtönéletként, és hogy mennyire durva a helyzetbe kerülhet egy fiatalember Magyarországon, hogyha bevállal egy ilyet, hogy a film is erről szól, tehát tulajdonképpen ezt a pénzt egyébként te megkaptad, Krisztián, vagy a családodnak elküldték? Mi oké, hogy megbuktál, na de nyilván teljesítetted azt, amire kértek, hogy legyél csali. Ha elküldték volna ki a pénzt, akkor most nem az anyósomnál kéne laknom. Aha, tehát hogy a pénzt se küldték el, amit előre nyilván nem adták oda. És utólag se küldték el, tehát még a családod. Olyan szituációban állították, hogyha átadja Európában a táskát, és abban benne van a cucc, és azt ellenőrzik, és az a cucc, akkor megkapja az 5000 dollárját. Ugye ez nagyjából 1 millió forintos összeget kapott volna meg. De hát ugye erről szó sem volt, tehát onnantól kezdve ugye ez egy átverés volt, tehát az ígéret is kamu volt, ha már az ő fénykép előre le volt adva a vámosoknál, illetve a rendőröknél a reptéren. Mennyit voltál konkrétan börtönben végül, mennyit kellett ülnöd? Egészen pontosan 2 év 7 hónapot ültem le. 2 év 7 hónap. Akkor viszonylag hamar szabadultál. Mihez? Hát ugye 5-6 éveket hall az ember, hogy 5-6 éveket ülnek a magyarok. 6-8 hónapot kaptam egészen pontosan. 6 év 8 hónap. De volt ilyen lehetőség, kaptunk egy kedvezményt, ki kell tölteni egy papírt, és akkor ott azt megígényelte magamnak, hogy ha engem kiengednek, akkor én hazamegyek egyenesen. És ezt megkaptuk, 4-en kaptuk meg összesen abban az időben magyarok. Abból 3 hazajutott. Hát én ott maradtam, mert nekem nem jutott már. Tehát kijöttél a börtönből, és akkor 3 éven keresztül ott bolyongtál az utcákon, mit csináltál? Amnestiát kapnak, olyan feltétellel, hogy azonnal el kell hagyniuk az országot, de olyan feltételeket szabnak nekik, hogy munkavállalásit kell, tehát hogy igazolniuk kell, hogy van munkájuk, igazolniuk kell, hogy lakcímkártyát, tehát effektív, konkrét szállást kell bizonyítaniuk. Ez a feltétel annak, hogy kipecsételnek, tehát hogy kiengedik az országból. De hogy mész el az országból, ha kijöttél a börtönből 0 forinttal a zsebedet? Hát kifizeti ilyenkor? Hát ez az óriási probléma, ezért ragadnak nagyon sokan, tehát kiszabadulnak rengetegen. És utána mindenkit le kell fizetni, hogy ezeket a papírokat megkapta. Nagyjából 1 millióba kerül, hogy utána elhagyd az országot. Nem véletlenül a börtönből, volt olyan, aki kikerült a börtönből, és öngyilkos lett, felakasztotta magát. Az első nap mi mentünk volna érte, és ő egy lengyel gyerek volt, felhívtak minket, hogy menjünk érte a srác, mert a börtön az egy nagyon veszélyes környéken van. És ugye mi érte mentünk, de mivel az egész ország nem csak a börtön korrupt, a srácot nem engedték ki abban az időben, amikor meg volt a parancsá, mert nem fizetett az őröknek. És az őrök megmondták, hogy jó, akkor kimész este. Gyerek, mikor kilépett a kapon, lerabolták, leszettek róla mindent, a srác nem tudott hova menni, mit csinálni, mit enni. Nagyon sajnos beszélt spanyolul, és felhozhatom az első poznára a börtönbe. Te mit csináltál 2 vagy 3 évig a perui utcákon? Vagy hova megy a dolgot? Te találtál munkát? Igaz, nem segítettek munkát, hanem diszkóba dolgoztam. Hát amit meg semmit, senkinek nem ajánlok szintén, hogy menjen oda dolgozni. És gyűjtöttél arra, hogy ki tudjál jönni az országba? Nekem pont a megélés. Csak a megélés. Ez egy óriási csapdahelyzet. Hogy elhagynád az országot, de nincs miből, van munkád, viszont az elég arra, hogy megéljél, félretenni nem tudsz. És akkor 3 év után isteni csodával jutottál haza, vagy mi történt? Nem, igazság szerint most megköszönöm akkor volt egy, van egy úr, aki hazahozott, Balogh Sándor, a Dél-Amerikai Egyesület elnöke, neki nagyon szépen megköszönöm még egyszer, hogy hazahozott, segített a hazajutásomba, a Novák Andrásnak. Tehát ő segített. És Körömi Máriának, aki kint segít a magyaroknak, ők nélkülük nem jutottam volna haza. Aha. És nem láttam volna a lányaimat. Hány olyan magyar van, rögtön beszélünk erről, aki most kint él, de nem tud hazajönni? Tehát már kiengedték a börtön, és ott bolyonganak, dolgoznak, csinálnak. Három magyar van most az utcán. 3 vagy 4-ről tudunk, akik most bolyonganak. 6-an vannak a börtönben, Peruban, és Dél-Amerikában pedig 41-en vannak börtönben magyarok. És ugye
mielőtt folytatjuk, azért Janival beszélgettünk erről, vagy beszélgettünk együtt is arról, hogy ugye ott van néhány olyan, akik teljesen átvernek. Tehát annyira naívak, hogy elmennek, van egy kis munkalehetőség Amsterdamban, te figyelj, át kéne hozni mondjuk vázákat, vagy történelmi erekélyeket, néhány ilyet. És akkor, és tényleg azt hiszi, hogy be van neki csomagolva egy váza. És akkor azt hiszi, hogy azt hozza de el. Van ember, aki nem gondol erre, azért a számomra döbbenetet, hogy, hogy Balázs... át kell vinned valamit a határon, hát a, és akkor mindegy, hogy lopott műkincs, vagy, vagy kábítószer. De gondold el, hogy bedőlnek, tehát teljesen van, hihetetlen. Amúgy van. Aha. Van erre példa. Nem, ez a kisebb nyilván, szám. Persze, csak és olyan hihetetlen. Ők, én úgy gondolom, hogy a Krisztiánik is áldozatok, tehát ők is pontosan azért, mert hogy már, már eleve, amikor itt beszervezik őket, aki beszervezi, tudja, hogy le, lebuktatja őket. Tehát ebből a szempontból ő áldozat. Független attól, hogy ő drogcsempész, tehát ezt, ezt nem lehet vitatni. De gondold bele, hogy, hogy mennyire rossz helyzetben van az, aki, akit át is vernek, hogy nem is mondják meg neki, hogy drog van, hanem figyelj, elveszett a bőröndöd, adunk egy másik bőröndöt. Ő simán bepakol, mert ugye a bőrönd, hogy is mondjam, hátába a varrás alatt van eltűnve, és tényleg nem tud róla. Olyan nincs is, hogy egyébként azt mondják, hogy, hogy figyelj öreg, az lesz a feladatod, hogy eltered a figyelmet egy nagyobb szállítmányról, ezért valószínűleg be fognak varni, kapsz 6 évet, viszont kifizetjük azt a pénzt, amit ígértünk neked, rendbe tetted otthon a dolgaid, de neked le kell ülnöd. Ilyen nincs is, amikor így feketén-fehéren megmondják, hogy be fognak áldozni. Nem hiszem, mert szerintem ott a jobban félnek, hogy az emberek utána néznek, hogy milyen börtönbe kerülnek. Tehát én azt állját, én senki... nekem ez döbbent meg, hogy ennyi év után, már nem egyszer voltunk a tévében, ugye a Novák Andris, ugye csátrunk két videót, amiben benne voltunk. És most is így megkaptak egy magyar srácot. Tehát még ezek után is valaki bevállalja. Azt gondolod, hogy neked sikerül. Mert ott tényleg nem olyan, tehát persze hasonlít a filmekhez, csak annyi, hogy ez valóságban van. Ott tényleg nem szórakoznak. Ott, én nem teszek rá egy lapáttal. Hát ott én jöttem ki az edzőterembe, és előttem szúrták ki a gyereknek a hasát, véghúzta rajta, hogy kifolyta bele. Tehát, és ha én megyek ki hamarabb, akkor most nem lennék itt. Uh-huh. És a csáva az annyira volt tőlem, mint mondjuk most a Novákban is. Hát nyilván az embernek nincsenek illúzió, hogy milyen egy perui börtön, persze. Neked de amúgy is, ha nem tetszik, mondjuk, ha én nekem most nem tetszik nekem a te arcod, akkor megmondom az egyik drogosnak, aki itt épp a földön fötrengikre megvan a drogért, adod neki egy követ, ami mondjuk 10 centbe kerül, hogy na, akkor most ennek vágd már nekem a torkát. Hát nyilván ott az emberi életet más mércével mérni. Vagy most épp tartozol nekem. Neked aznap született meg a kislányod, amikor elkaptak? Így van. Így van? Tényleg? Ez egy különleges happy end egyébként. Talán a Krisztián történetében ezt tetszett a legjobban, és lehet, hogy egy kicsit bulváros, de sikerült a pont felvennünk, amikor 5 év után találkozik azzal a lányával, akivel még soha életében nem találkozott. Tehát ugye a kislány aznap születik meg, amikor őt elkapják, 5 évet várnak egy pillanatra, ugye ez pár hete történt itt Budapesten, megérkezik a Krisztián, és a kislány hihetetlen, én is hihetetlennek gondoltam, és ez egy fantasztikus jelenet a filmben is holnap. Megnézhetitek, hogy a kislány azt mondja, voltam, azt mondja a kislány, hogy te szemét. És 5 év után. Egy ilyen szép pillanatot így muszáj, örülj. Muszáj. És azt mondja a kislány, a Krisztián, hogy apa. Igen, soha... ez hatalmas, amikor ugye fölmentünk a lakáshoz, ugye kinyitották az ajtót, és a kislány meglátott az ajtóba, és kiabált, hogy apa. Tehát elkezdem, nekem ez valami hatalmas volt, hogy a kisgyereket nem láttam, sose volt egy kis fényképem róla bent a börtönben, amit küldtett nekem, de akkor még kisbaba volt. Tehát. És mi van azzal az évfolyam társadal? Te utólag megkerested, vagy aki ajánlotta a munkát, vagy találkoztatok? Most, ebben a pillanatban, hát még nem volt rá időm. Nem volt rá időd. Aha, mióta vagy itthon, pontosan? Egészen pontosan pár hete. Pár hete vagy itthon. Uh-huh. És meg akarod keresni? Hát... Fú, de nehéz helyzetbe hoztad Feri. Inkább, hogy először ugye, dolgoznom kell, munkát kell találnom. Igazság szerint, tehát nekem most a családom a lényeg is, hogy... Meg ezen a dolgon már úgy sem lehet változtatni, hogy megkeresed most. Amit szeretnék, az most ki szeretném használni a spanyol nyelvet, hogyha már megtanultam perfektül. Megtanultál perfektül spanyolul? Ha, ideje na, volt. Hát nézzük azért a jó oldalát ennek a dolognak. Igen, volt rá egy kis idő. Szeretnék elállni valami... nagykövetségnél, vagy konzulatosnak, esetleg fordítónak, vagy azon is gondolkodtam, hogy teszem a felsőfokú nyelvvizsgát, és barangolni így az ember, a turistákkal. Mint idegenvezetőként. Milyen érdekes életutak vannak, nem? Egy perui börtön után mondjuk az ember elmegy, megtanul, hát azért arra kicsit tanulni kell, és akkor utána mondjuk idegenvezetőként dolgozol. Én láttam a Krisztiánként, ő fordított a többieknek is egyébként, tehát tényleg folyékonyan beszél spanyolul. Arra nem gondoltál, bocsánat, hogy olyan jellegű társadalmi munkát fogsz végezni mondjuk munka mellett, aminek pont az a lényege, hogy elkerüljék a magyar fiatalok, akik kilátástalan helyzetbe kerülnek a te esetedet, a te helyzetedet? Erre is gondoltam már, de még nem tudok még, hogy induljak el
kell ezen a... Mert te mégis benn voltál, sokat segíthetnél valószínűleg. Így van. Tehát nem mesél az embernek, hogy mi van, hogy mit te csinálják, hogy... Egyébként felejtsék el ezt, amikor valakit felkínálnak egy ilyen ajánlattal. Nyilván mi is erről beszélünk, erről, meg ezért kell erről beszélni persze, hogy azért senki ne legyen naív. Na, hát akkor ez egy happy end-del végződő történet. Szerintem ez a kevesebb, nem? Sőt, ez olyan, mint a fehér holló. Tehát én azt gondolom, hogy akik most kint vannak, nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. A Krisztiának az volt a szerencsé, hogy pont beleesett abba a fél évig tartó amnestiába, amikor nem 6 év után, hanem tényleg 3 év után ki lehetett jönni, de utána neki még 3 évet kellett arra várnia, és az is kegyetlen volt, majdnem, hogy az utcán élt. Tehát a Marcsi elmesélte, amit most a Krisztián nem mond el, de volt olyan, hogy napokig nem evett. És azt mondta, hogy a másnapi étel az a meleg víz lesz, és ennyi. De hogy évekig nem jutott meleg vízhez. Tehát olyan albérleteket tudott, vagy tudtak fizetni, ahol évekig nem jutott meleg vízhez. Tehát ő azt mondta, hogy hideg vízben borotválkozta. Tehát azért ezt úgy képzeld, hogy hideg vízbe fürödtek. Tehát, hogy amikor ő kidobó egy diszkóban, akkor az éppen csak arra elég, hogy egy rizst, és hetente egyszer ettek húst. Tehát azért, és akkor már kikerült a börtönből. Tehát a börtönben, amilyen pont most beszélgetünk, mielőtt beültünk adásba, hogy milyen ételeket adtak, hogy belekavartak a levesbe, és egészben rotyogott benne a patkány. És akkor azt adják. Tehát ugye ilyen a legrosszabb filmekben van, és most meséli, hogy ez teljes valóság, most Peruban. Tehát úgy gondolja meg valaki, hogy ha bevállal egy ilyet, hogy ott az nem kérdés, hogy patkányhús van a pörköltben, vagy a levesben, vagy ilyenek. Hát Krisztián, reméljük, hogy sikerül itthon megtalálnod akkor a helyes utat. Nyilván kérdezhetem itt az ember nagy dolgokat, hogy milyen fenét tud ebből az ember tanulni meg, de hát nyilván ezt az ember a fejbe helyre rakta, és pontosan tudod most már, hogy miért te életutat. A spanyol nyelv az egy jó út lehet neked, amit mondasz, az abszolút jónak tűnik, nem? Azért az egy jó dolog, hogy egy ilyet megtudtál tanulni, igen. Hova mész legközelebb, András? Most a következő Gána. Gánában? Fekete-Afrikában van egy kis... dolgot. Ott is van egy kis forgatnivaló. Igen, egy magyar kulturális központ nyílik. Szerintem ez egy érdekes téma. Lehet, hogy ez annyira titeket nem érdekel. Utána újra egy kis Szíria. Ja, kulturális téma. Igen, finoman le lettünk hülyéz a gyerekek. Most majd ma voltál utoljára. Ne törődj vele. Kösz szépen, semmi baj. Jó, akkor bejelentkezem Gánából, jövő héten hívlak titeket, szerintem az egy érdekes téma. Lesz egy kis Szíria, ugye szokásos háborúzás, felkelők. Találkoztam itthon a felkelőkkel egyébként, akik kint háborúznak. Hihetetlen megint, hogy magyarul beszélnek. Tehát, hogy itt magyarul pulóverbe megiszunk kávé, tea, stb. Ott átmegy, fölveszi a gyakorlóruhát, kalasnyikov, AK, stb. Lógnak a kézigránatok a mellén is, és háborúznak Assaddal és a kormányerőkkel. Szóval most ez a két terv van, a többit megbeszéljük. Milyen életutak, nem? Amikor ezt így hallja az ember, hogy itt tényleg elképesztő. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Krisztián, neked sok sikert akkor újra itt van nálunk a civil életben. András, neked is köszönjük szépen. 9:30 múlt pontosan, 7 perccel mindjárt jövünk, a nap legjobb pillanatai van. 3:40 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, sok-sok hozzászólás. Van, aki ítélkezik, van, aki azt mondja, hogy megérdemli, van, aki azt mondja, hogy milyen jó volt erről hallani. Igen, hát megosztanak a vélemények. Szerintem, ha két ember már ezen elgondolkodik, akkor nyilván érdemes erről beszélni. Meg mint életút azért érdekesség, itt arról van szó, amit néhányan megírtak, nem is értem, hogy most akkor itt nem tudom, valakit ajnározunk, azért valakivel beszélget, hogy meghallgat egy vele hal. Igen, egy életutat, vagy elmondja, hogy igen, hülye voltam, megbántam, megtanultam közös spanyolul, és szeretnék újra visszailleszkedni a társadalommal. Szerintem ezekről kell beszélni. De így van, azért, mi is tudjuk, valaki... meg Krisztán is elmondta, és tudja, tisztában vele, egy bűncselekményt követett el, és hogy hát nem az eszért dicséri saját magát. Persze, hát most azért, mert ennek mi fórumot adunk, és megszólaltatunk egy ilyen életutat bejárt fiatalembert, aki ezt nyilván tudja, hogy drogfutár volt, leülte, megbánta, hát azért erről lehet beszélni, meg kell is beszélni. Meg hát érdekes, hogy milyen élethelyzetekben az ember hogy dönt, mit csinál, nem? Hát, ha meg másért nem, akkor tényleg azért kell erről beszélni, hogy azok, akik mondjuk olyan kilátástalan élethelyzetbe kerülnek adott esetben, mint a Krisztián, ne ezt az utat válasszák. Hát igen, meg az is szörnyű, hogy van valahol most mondjuk 4-5 magyar, de ha nem is magyar, teljesen mindegy, aki egy idegen országban, egy idegen helyen, oké, hogy bűnös, oké, hogy drogfutár, de ne ítéljük el ilyen könnyen, most éppen azon dolgozik, hogy egyébként egy vadidegen országban tök egyedül, egyrészt ne hajjon éhen, és mondjuk 2 év múlva hazajusson, nem? És se barátja, se családja, se senkije. Egyedül valahol most egy országban éppen azért küzd, hogy ki tudja jutni az országból. És nyilván tudom, hogy megérdemli, de hogy milyen élethelyzetek, meg életutak vannak tényleg. És hát ugye még nem beszéltünk Gáspár Laciról, ugye? Hogy ő vajon ott mit csinál. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. Hello. Mi újság? Fel vagytok pörögve, látom itt. Hallgatod a riportot a Novákkal, meg a Krisztiánnal? Ez valami hihetetlen. Kemény, nem? Átértékelődik a szabadság, mint fogalom, meg hát egyáltalán az ember tudata.
Igen, meg az ember gondjai, problémái, hogy közben ki mivel küzd, ugye? Hogy mennyire relatív minden, amit a saját problémádnak érzel, közben valaki meg éppen egy börtönben a saját életéért harcol, vagy kin az utcán. Hát és aztán utána a börtön utáni időszak is, hát az teljesen kilátástalan volt valószínűleg. Na fura az, hogy olyan helyzetben, hogy nem megy bele még egyszer ugyanabban, mert hát mi veszteni valója lehetett volna onnantól kezdve. Hogy amikor kijött? Igen. Igen. És hogy tényleg, hogy emberek ezt még mindig benyomják. Ugye ebben ez az érdekes, hogy még mindig van ember, aki ezt tényleg elhiszi, hogy vidd át a határon. Tehát ez számomra ez a legmegdöbbentőbb. Hogy hát nem, igen. Vagy egy amszterdami csomagot kéne átvinni a perui határon. Hát, nem, hát, hát azért én nem fogok megbukni. Valószínűleg ez van, persze. Hát vagy hogy papucsot kell vinni Amsterdamból. Igen, tulipán, hogy igen, ez a kettő. Voltál sportolni, Csabi? Voltam, járok én futni továbbra is. Nekem kedvez az idő. Azt gondolom, hogy ha megfordulnak a pólusok, és az ide jön, ami a majd Amerikában most van, akkor már nem fogok kijárni, akkor már visszatérek a terembe. De amíg ilyen idő van, addig vidáman futkározok. Csak hajnalban. Mondom, hogy most ment a kis tájékoztató csík, hogy 10 percnél többet a szabad levegőn tartózkodni veszélyes a izé miatt. A smog miatt. A gyerekek, smog, na, hogy nekem a tarlós úr nem mondja, én. Az is, nem, ha majd mondjuk én. Mondja, megállok. Csak a homlokába a főváros Légó parancsnok sicsogol. Tudjátok, hogy én milyen szép környéken lakom. Az kertes házban. Nincs estői. Nagyon szép. Csodálatos, és olyan friss a levegő hajnalban, hogy én nyugodtan futhatok. Azokat, az anyukákat tényleg nem értem, akik a babakocsikat ilyenkor ilyen nagyon durván így tologatják. Aha. Nem? Tehát a gyerek még lejjebb van, ugye, és megy az anyuka, és látszik, hogy nem rohant, csak levegőzteti a gyereket. És itt Budapest, a Kálvin tér, tudod, Erzsébet hídon. Hát az olyan, mint a dohányozna a gyerek simán. Ott legalább ott annyira azért, veszélyes. Ott azért kap egy kicsit, igen. Jó, de mit csináljon akkor? Hát fel is tudja, ilyenkor azért még az is jobb, ha nem hiszed. Nem? Jász. Nyilván lakásban nehezebben megy az idő, én ezt pontosan tudom, azért gyerekkel oldani, két hétig a lakásban, tehát hogy van bele meló. Na, hívjuk a naphallgatóját. Micsoda zene szólítom. Ugye? Ne, mi? Mink. Csak a rock. Értem. Nagy tempós. Hát igen. Nem volt van dolcsó, de megvan. Oh. Morning show. Igen! Sziasztok! Hello! Na hát te írtad nekünk ezt az SMS-t, amit nagyon szerettünk, ugye ebben volt a Best of-ban is. Sziasztok, szenzációs hír, tegnap a Lidl-ben látták vásárolni Aldi Meolát. Így van. És erre jöttek még hasonló hangvételű SMS-ek. Majti, hol hallgatsz minket helyileg? Budapesten. Budapesten. Már munkában? Már munkában, így van. Mit csinálsz? Építészettel foglalkozom. Építészettel? Üzemeltetünk. Az egy szép szó. Dolgokat. Majti, küldjük neked az ajándékcsomagot, egy Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomag, jó? Köszönöm szépen. Szuper. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm, jó munkát. Ciao. Hello. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Képzeljétek el, nem olyan régen itt láttam itt a kis várakozónkban, jött biztos a Sunny Rolandhoz egy riportra a Cserpes Laurát. Aha. Szerintem ő Magyarország egyik legszebb énekesnője, gyönyörűen néz ki. Azt, hogy tud énekelni, az már egy másik kérdés, arról már lehetne vitatkozni. Viszont van egy új dala, ez az Úgy száj. És akkor ezt megmutatom nektek. És a Rudiuk is nagyon finom. Egy joghurtot hozott. A Laurának a... Persze, a Rudi. Cserpesi. Papa Rudi? Papa Rudi. A papának a Rudi. A Papa Rudi a nagyon finom. Tényleg? Mi? Hát persze. Én nem tudtam, hogy ez a lánya. Nem. Hát bocsánat, én csak a tejtermékére koncentrálok a muzikális vonalra. Miről beszéltek? Én csak a zenéről tudok. Elhatárolom. Tényleg? Ja, igen. Akkor hidegre való tekintettel nyomja le egy dérhenit. Ez nem a nagyon hülye, vagy ne haragudj. Na jó van, hát akkor... Ha így, akkor így. Azt gondolom, hogy mindenki menjen egy kicsit pihenni. Holnap 6 órakor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hello.